mese délutánt, ugye geometriákról, meg algebrákról, ugye a számítógépes grafikában, virtuális világban különböző alakzatok vannak, ugye a geometria az, ami alakzatokkal foglalkozik, tehát nekünk ez a téma kell. Ugye a geometria egyébként szó szerint földmérést jelent, sokáig, sok száz éven keresztül a természettudomány volt. A mai különböző természettudományok számtalan ága ebből fejlődött ki, és a nyomát ma is magán viseli. Gondoljunk csak olyanokra, hogy a szám egyenes, vagy a komplex szám sík, vagy arra, hogy egy függvény az egy görbe, a deriváltja ugye az érintő meredeksége, az integrál meg görbe alatti terület, vagy akár gondoljunk fizikában arra, hogy az alapvető megmaradási törvények, impulzus, perdület, energia megmarad, ez mind-mind levezethető alapvető szimmetria elvekből, nevezetesen a csinálok egy kísérletet itt, aztán utána elfordítom az asztalt, meg mindent, ami a kísérletre hat, és megismétlem, akkor nyilván ugyanazt az eredményt kapom, eltolom, ugyanazt az eredményt adom, holnap megismétlem, ugyanezt az eredményt kell kapni. A geometria más tekintetben is például szolgált a természettudománynak, hogy kell természettudományt művelni, úgyhogy alapigazságokat, amelyek tapasztalatra épülnek ugyan, de hát persze mindent megtapasztalni mégsem lehet, alapigazságokat, úgynevezett axiómákat fogalmazunk meg, ezeket nem vitatjuk, és innentől kezdve magát a tudományt ezekből az axiómákból ugye logikai következtetéssel származtatjuk. Ja, nézzük példaként a legegyszerűbbet, meg mindenki által a legismertebbet, az euklidészi síkgeometriát. Nem akarom most teljes mértékben axiomatikusan fölépíteni, ezek inkább csak példák, de azért elég sok ilyen axiomát itt felsoroltam. Két pont meghatároz egy egyenest. Elhisszük? Igen, senki nem tapasztalta az ellenkezőjét, tehát igen. Egy egyenesnek van legalább két pontja. Igen. Egy egyeneshez, meg egy ponthoz, egy egyenes, itt egy pont, egy olyan másik egyenes húzható, amely nem megy át ezen az egyenesen. Ez az ominózus párhuzamossági axióma. És akkor ugye ezt a másik egyenest ehhez képest párhuzamosnak mondunk. Ugye vegyük észre, hogy ezek persze ilyen alapigazságok, de van egy másik nagyon fontos feladata is, amit nem szoktak annyira hangsúlyozni az axiómák kapcsán, nevezetesen az, hogy a alapfogalmakat implicite definiálják. Ilyen alapfogalom, hogy mi az, hogy pont? Mi az, hogy egyenes? Van a geometriában definíciója annak, hogy pont? Egyenes? Nincs. De az axiómák mégis beszélnek róla. Ugye, akkor hirtelen megijedhetünk, hogy úristen, akkor különböző emberek másképpen képzelik el a pont meg a egyenes fogalmát. Esetleg van olyan gonosz, aki azt mondja, hogy az ő fejében ez az egyenes. Előbb-utóbb az axiómák a fejére koppintanak, mert ha így képzeli el az egyenest, akkor valamelyik axióma előbb-utóbb hibásnak mutatkozik. Nem lehet úgy elképzelni. Ez az implicit definíció. Ugye a euklidészi geometriára azt is szokták mondani, hogy metrikus, tehát meg lehet mérni a dolgok nagyságát. Beszélhetünk pontok és egyenesek különbözőségéről, és ezt számokkal mérhetjük, hogy a két pont különbözősége a távolsága. Két egyenes különbözősége a bezárt szög. Ugye ezek nagyságjellegű mennyiségek, távolságszög. Na ezekre a nagyság jellegű mennyiségekre vonatkoznak ugye további axiómák, tehát ha elmozgatunk valamit, akkor a nagyság nem változik, hogyha földarabolunk valamit, akkor a részeknek az összege az megadja az eredetinek a méretét. Ugye ez is logikus. Jó, tehát egyszer ezt valahogy fölépítettük, mint mondtam, tapasztalásra épülnek ezek, persze nem lehet minden megtapasztalni, ezért mindenképpen van bennük egy jó adag, vallásos hit. Azt mondjuk, hogy ez igaz. Nem csak itt igaz, nem csak 10 kilométerre arrébb igaz, hanem 5000 milliárd kilométerre is igaz. Ugye ez az a vallásos hit, amit nem tudok leellenőrizni, mert nem tudok elmenni oda, és nem tudom megnézni, hogy tényleg így vannak-e a dolgok. Na egyszer fölépítettük, akkor innentől gyárthatunk, ugye a matematikusok gyártanak tételeket, és a tételek összessége lesz majd a geometria. Hát vegyük például azt a tételt, hogy két különböző egyenes
legfeljebb egy pontba metszi egymást. Ugye hogyan lehet bebizonyítani, vissza kell vezetni az axiomákra, ugye a bizonyítás indirekt. Tegyük föl, hogy van két különböző egyenes, nagy gonoszan legalább két pontba metszi egymást, ugye ez az indirekt feltevés. Itt a két pont, ugye ez mind a két egyenesen rajta van, na de két pont egyértelműen meghatároz egy egyenest, tehát ez a kettő nem lehet különböző, ellentmondásra jutottunk, tehát az eredeti feltevés, ugye indirekt feltevés hamis volt. Második tétel. Ha van két párhuzamosunk, és azt elmetszük egy harmadikkal, akkor ezek a szögek megegyeznek, és megfordítva, hogyha ezek a szögek megegyeznek, akkor ez a két piros egyenes nem metszi egymást, azt, nem, vagy két egyenes nem metszi egymást, azt úgy hívjuk, hogy párhuzamos. Bizonyítsuk be. Hát nézzük meg, hogyha ez a két szög megegyezik, akkor metszheti-e a két egyenes egymást mondjuk ebben az irányban. Hát ha metszi egymást, mivel ugye, bocsánat, rossz felé mentem, ugye ezek a szögek is pontosan ugyanazok, tehát innen nézve a helyzet pontosan ugyanaz, mint innen nézve, tehát ha metszik egymást ebbe az irányba, akkor ebbe az irányba is kutya kötelességük metszeni. Mert tök mindegy, hogy én most innen nézek rá a feladatra, vagy onnan nézek rá a feladatra. Tehát ha itt van metszéspont, akkor két metszéspont van, de azt előbb beláttuk, hogy két metszéspont nem lehet. Ugye a megfordítás pedig abból következik, hogy egy egyeneshez csak egyetlen egy olyan másik rakható egy adott ponton keresztül, amelyik nem metszi az eredeti egyenest, hogyha ugye már találtunk olyat, ahol ez a két szög megegyezik, akkor nem lehet még egy másik, ahol ez a két szög eltérő. Harmadik tétel. Ugye a síkon van három pontom, ugye azt az axiomát nem írtam föl, hogy a síknak van legalább három pontja. Egyébként valami ilyesmi is kéne. Két pont egyértelműen meghatároz egy egyenest, ez a két pont ezt, ez a két pont ezt, ez a két pont ezt, és akkor keletkezik nekem valami, amit úgy hívok, hogy háromszög. A háromszögek szögeinek összege 180. Ez a tétel. Ugye itt van két pont, rajtuk egy egyenes, meg egy különálló pont, ezen a ponton egyetlen egy olyan másik egyenes húzható, ami nem megy át az eredetén, ugye ez volt a párhuzam. Most hát húzzuk is meg. Aztán ugye a másik tételt felhasználva, akkor ez a két szög megegyezik, meg ez a két szög is megegyezik, és akkor lám-lám a háromszögnek a három szögeit egymás mellett felsorakozik, a részek összege a egész, összeadjuk őket, akkor a teljes szög felét kapjuk meg, mivel a sumérok 60-as számrendszerben dolgoztak, és a kör pedig 360 részre bontották, ezért ugyanak a fele éppen 180. Pitagórasz tétel, derékszög, háromszögre A nézet plusz B nézet egyelő C nézet, ezt nem bizonyítom be, mert egyrészt úgy is tudják, másrészt pedig meg fogjuk kapni a bizonyítást ingyér pár percen belül. Jó, és akkor folytathatnám, hogyha matematikus lennék, akkor fél évig is elszöszmötölnék ezzel. Nekünk ez most idáig bőven elég, nem fogom ezt így tovább csinálni euklidészi síkgeometriával, mert ez számunkra tévút. Ugye idáig el kellett jutni, majd milyen meglátjuk, hogy miért, de innentől a további dolog tévút. Mi nem akarunk geometriát csinálni, nem akarunk geometriával foglalkozni. Mi programozunk, mi lusták vagyunk, és minden feladatot rá akarunk sózni a számítógépre, hogy azt csináljon geometriát helyett. Egy számítógépnek soha büdös életben nem lehet olyan dolgokat elmagyarázni, hogy axióma, mi az, hogy pont, mi az, hogy alapfogalom, és így tovább. Ezeket az absztrakt fogalmakat ő soha nem fogja megérteni, ő csak számítani tud, képleteket tud kiértékelni, tehát nekünk ezt az egész hóbelebancot le kell fordítani képletekre. Ez lesz az a továbbhaladási irány. De még mielőtt ebbe belemennénk, nézzünk meg más geometriákat is. Ugye a Euklidesz Alexandriába ért, Egyiptom, környék olyan, mint a Hortobágy lapos, és különben sem ment olyan nagy távolságokat, tehát amit ugye a Hortobágyon mi is megtapasztalunk, azt tapasztalta ő is, azért születtek ilyen axiómák. Ha ő több kontinensen átkelt volna, akkor előbb-utóbb rájött volna, hogy ezek az axiómák nem is igazak, mert ugye a Föld felszíne az nem lapos, hanem ugye egy gömb, és abban a környezetben ez a tapasztalás nem igaz egyáltalán. Mert csak a görögök tudták, hogy a Föld gömb, sőt,
egész pontosan meg is határozták a Föld kerületét. Abból a megfigyelésből, hogy ha délebre megyünk, akkor egy oszlopnak a legrövidebb árnyéka mindig rövidebb lesz, és hogyha, mit tudom én, 500 kilométerrel lejjebb megyünk, és akkor megnézzük, hogy a legrövidebb árnyék mennyivel rövidül, ebből vissza lehet számolni. És ugye azt találták, hogy kb. 30 ezer kilométer a Föld kerülete, ugye a 40 ezerhez képest az egész jó. Nyilván nem kilométerbe számoltak, hanem stadionba, de a stadionok megmaradtak, tehát mi meg tudjuk csinálni ezt az átváltást. Tehát ha Euklidesz nagyobbat sétált volna, akkor ugye más geometria alakult volna ki. Még mielőtt ezekbe a más geometriákba belekóstolnánk, azért egy dolgot tisztázni kell, ugye ezek gömbfelülete is görbült. Mit jelent az, hogy görbület? Hát mit jelent az, hogy görbület egy görbe esetében? Ugye ez következőt jelenti, hogy állandó sebességgel én végigautózok ezen a görbén, akkor milyen erő fog engem az autó egyik vagy a másik oldalához passzírozni. Ez a görbület, ezzel arányos. Egészen pontosan, egy pontban a görbület érdekes, akkor megkeresem az érintő kört, ugye annak van egy sugara, és annak a sugárnak a reciproka az a görbület, ez a definíció. Ugye lehet autóval kanyarodni balra is, meg jobbra is, ugye nyilván a kettő nem ugyanaz, azért, hogy a különbséget tegyünk, mondhatjuk azt, hogy ha balra kanyarodunk, akkor a görbület pozitív, ha jobbra kanyarodunk, akkor pedig negatív. Jó? Definíció, megvan. Aztán felület. Ugye egy felületnek a görbülete hogyan azonosítható? Remek kis, nem tudom, ami otthon magazin. Ugye ez egy görbült felület. Következőt csinálunk. Ebbe a pontban érdekes a görbület. Megkeresem ugye az érintősíkját, és akkor az arra merőleges normál vektort. És ezen keresztül fektetünk egy síkot, ugye a normál vektor körül ez elforoghat. Ugye ebben az irányban, hogyha most kard lenne a kezemben, akkor így lemetszetném az egészet, és a felület és ennek a síknak a metszete az egy síkgörbe lenne. Aminek ugye a görbületét ki tudjuk számolni, érintőkör reciproka. Tehát ha így metszem, akkor mennyi lenne az érintőkörnek a reciproka, a hengernek a sugara. Aztán, hogyha elfordítom, akkor a metszet ugye ellipszis lesz, az érintőkör sugara egyre nagyobb lesz, egészen odáig, amíg ebbe az irányba metszük, akkor egy egyenes kapok, annak a érintőköre sugara végtelen, ugye a reciproka pedig nulla. Tehát azt figyelhetjük meg, házi feladat általánosan bebizonyítani, elvileg mindent tudnak hozzá, hogy ha elkezdem ezt forgatni, tehát melyik irányba számolom a görbületet, akkor lesz egy irány, ahol a görbület maximális, és egy másik irány, amiben a görbület minimális, és ez a két irány egymásra merőleges. Ezeket úgy hívják, hogy főgörbületi irányok, vagy principális görbületi irányok. Tehát egy sörös üvegnél a principális görbületi irányok ezek. És ugye nyilván mi a tenyerünket arra az irányra, fő görbületi irányra szeretjük rátenni, ahol maximális a görbületi, hogy jól meg lehet ragadni. Ugye másikat nehéz, másik irányt nehéz. Ezek merőlegesek egymásra. És a felületek görbületét akkor ezek után úgy fogjuk számítani, hogy a fő görbületi irányokban a görbületeknek a szorzatát tekintjük. Ezt úgy hívják, hogy Gauss görbület. Például egy sík esetén, mik a fő görbületi irányok? Hát ugye tök mindegy, hogy melyik irányba megyek, a metszet az mindig egy egyenes lesz, a görbület minden irányban nulla, tehát itt igazából mindenki fő görbületi irány. Henger. Egyik irányban a görbület ugye 1 per R, ebben a görbület nulla, a szorzat nulla. Tehát a henger és a sík Gauss görbülete ugyanaz. Ki is lehet teríteni torzítás nélkül. Azért lehet kiteríteni, mert ugyanaz a görbületük. Ugye a gömb esetén ráteszem ezt a síkot, elvágom, mit fogok látni? Egy fő körét fogom látni a gömbnek, aminek ugyanaz a sugara, mint a gömb sugara, hogy annak a reciproka lesz ebben az irányban. Ugye a gömb esetén is tök mindegy, hogy melyik irányba vágok, mindig ugyanezt a kört látom, tehát a Gauss görbület a gömb sugarának, reciprokának négyzete. Ezek pozitív görbületű
felületek. Ugye vannak olyan felületek, mint például a chips, vagy a ló nyereg, ahol nem lehet rárakni úgy az érintő síkot, hogy az nem etsze át a felületet, mert ugye az egyik fő görbületi irány az érintő síkhoz képest fölfelé megy, a másik görbületi irány pedig lefelé megy. Ugye eljátsszuk azt a gondolatot, hogy balra pozitív, jobbra negatív, a két fő görbületi irányban a görbületek közül az egyik negatív, a másik pozitív, a szorzótuk pedig negatív lesz. Ez negatív görbületű felület. Negatív görbületű, sőt, megfelelő beállítással negatív állandó görbületű felület a trombita is, ugye az egyik fő görbületi irány ez, a másik fő görbületi irány pedig ez. Ugye másik házi feladat, milyen függvénynek kell, nyilván valami hiperbolikus függvénynek kell lennie ennek, a trombita sziluettjének ahhoz, hogy a görbület, a két Gauss görbület szorzata állandó legyen. Ugye tipikus az, hogy a felületeknél az a görbület nem állandó minden pontra, ugye ezek nagyon speciális esetek. Ugye tavaly az előző fél évben a fél év nagy részét kedvencünknek, a tórusznak szántuk. Ugye a tórusz görbülete pontról pontra változik, itt a külső részen pozitív, a belső részen pedig negatív. Ugye a belső része úgy néz ki, mint ez. Jó, megtanultuk, hogy mi az, hogy fő görbületi irány, miért jó ez nekünk. Hát többek között azért jó, mert hogyha nem fotorealisztikus képszintezést szeretnénk, hanem úgynevezett illusztratívat, ami azt jelenti, hogy azt próbáljuk a számítógépes grafika eszközeivel szimulálni, hogy egy művész hogyan rajzolgatná meg, akkor persze a művész algoritmusát kell megérteni, a művész algoritmusa pedig az, hogy a görbületek hangsúlyozására ő mindenféle matematikai ismeret nélkül a fő görbületi irányokra fogja rajzolgatni a vonalkákat. Tehát nekünk is ezt kell megkeresni. Egy alma fő görbületi irányai így néznek ki. Nyilván ugye a szimulációhoz hozzá kell keverni zajt, lesz olyan zajt, ami a képkockánként nem vibrál, mert hát nincs az az ember, aki kétszer ugyanazt a vonalat tökéletesen meg tudná rajzolni. Tehát mindenkinek remeg egy kicsit a keze. Ez a piszkos Fred, azt hiszem talán a szingapúri kikötőben, még mielőtt bemegy és kirámolja a helyi kocsmát. És különböző rétegek jelennek meg ezek a művészi elemek, amik a fő görbület irányokat követik. Lehet ezt használni tulajdonképpen valós felvételekre is, nem feltétlen számítógépes grafikával generáltakra. Ugye Kinectet mindenki ismeri, tehát ma egy kamera mellé mindig hozzátesznek egy olyan másik kisebb kamerát is, ami azt méri, hogy a felvett objektum milyen távol van. Így a RGB, ugye színes kép mellé, hát valamilyen nagyon zajos és pontatlan, de geometriai információ is keletkezik, hogy arról a térről, amit lefényképezünk. És ugye ebből a geometriai információval persze főgörbületi irányokat lehet számolni, és akkor rá lehet húzni a vonalkát, úgy néz ki valós időben, akár, mint hogyha rajzoltuk volna. Tehát a főgörbületi irány az egy hasznos dolog. Na, akkor térjünk vissza Euklideszhez, és tételezzük föl, hogy ő tudja azt, hogy a Föld az gömb alakú, vagy nagyokat sétált, és tapasztalta azokat a dolgokat, ami egy gömb felületén tapasztalható. A lényeg az, hogy nem azt tapasztalja, ami az euklidészi geometriában meg van fogalmazva. Azok az axiómák nem maradnak érvényben. Ugye van egy olyan, hogy két pont mindig meghatároz egy egyenest. Hát először is, a gömb felületén mi az egyenes? Az egyenes mindig két pont közötti legrövidebb út. Egy gömb felületén két pont közötti legrövidebb út, az az úgynevezett főkör, tehát venni kell a két pontot, meg a gömb középpontját, ez egy sík, ez a sík elmetszi valahol a gömb felületét, vagy bárminek a felületét, na ez a vonal lesz az egyenes. Ez egy főkör. Ugye a hosszúság és a szélességi fokok közül az északi és a déli pontot összekötő hosszúsági körök, azok főkörök, ugye a vízszintes szélességi körök közül csak a egyenlítő az, a többiek nem. Ugye a főköröknek a sugara mindig ugyanaz, mint a gömbé.
Jó. Két pont meghatároz egy egyenest, egy főkört. Hát általában igen, de azért nem mindig, tehát hogyha például a két pont az északi meg a déli sarok, akkor az az összes hosszúsági körre ráillik. Tehát vannak kivételek, nem igaz az, hogy mindig. Egy egyenestek van legalább két pontja. Igen, ez továbbra is fönnáll. Ha van egy egyenesünk, egy főkörünk, akkor lehet rajzolni egy másik egyenest, ami nem meci. Hát ha összetörjük kezünket, lábunkat, akkor se két főkör mindig két pontban meci egymást. Tehát ez se igaz. Átmozgatható dolgok mérete változik, tehát van valami, arrébb tolom, igaz, részek összege, a részek méretének összege, az egész mérete, ez is igaz. Vannak, akik érvényben maradtak, vannak, akik nem maradtak érvényben. A lényeg az, hogy nem mindenki maradt érvényben, tehát a geometriának az összes olyan törvénye, amely a nem érvényben maradó axiomákra hivatkozott, érvénytelenné vált. Tehát azzal, hogy azt mondtuk, hogy a világ nem lapos, nem gömbszerű, teljes geometriát lényegében kidobtuk az ablakon. Azok a tételek, amit levezettünk, a háromszög szögeinek összege 180 fok, hogy A nézet meg B nézet egyenlő C nézet, nem lesz igaz. Nézzük meg például. Tehát ebben a geometriában a háromszög szögeinek összege nem lesz 180 fok, hanem mindig nagyobb lesz, mint 180 fok. Mégpedig az a többlet annál arányosan nagyobb lesz, minél nagyobb a háromszög. Példa, északi sark. Megyünk délnek egészen az egyenlítőig, ugye ez 10.000 kilométer. Egyenlítőn jobbra kanyarodunk, ez 90 fok. Elmegyünk 10.000 kilométert, tehát ugye a kerületnek a negyedét, majd északnak fordulunk, ugye ez megint 90 fok, és visszaérünk az északi sarkra, ugye ez 360 fok, ugye mi a teljes egyenlítőnek a negyedét jártuk be, tehát akkor ez 360 per 4, ez is 90 fok. Háromszög szögeinek összege 3x90, 270 fok. Jó? Nem lesz 180 fok. Persze, hogy nem lesz, mert az az axióma, amit főhasználtunk annak bizonyítására, hogy háromszög szögeinek összege 180, nem maradt érvényben. Mi a helyzet a Pitagorasz tétellel? Hát ez egy derékszögű háromszög, sőt, nagyon is derékszögű, mind a háromszöge derékszög. Ráadásul mind a három oldala ugyanannyi, tehát A nézet meg B nézet, az két C nézet, nem C nézet, tehát már az sem igaz. Ugye euklidészi geometriával beszélünk olyanról, hogy hasonlóság, meg egybevágóság, ugye két háromszög hasonló akkor, hogyha a szögei megegyeznek, de az egyik lehet kisebb, mint a másik, és egybevágó akkor, hogyha minden méretük megegyezik. A gömbi geometriában ez a kettő ugyanazt jelenti. Miért? Mert hogyha elkezdjük növelni a háromszöget, akkor a szögeinek összege nő. Tehát két háromszög csak akkor bírhat ugyanolyan szögekkel, ha mérete is megegyezik. Ez egy más világ, teljesen más világ. Tavalyi előző fél évi első házi feladat, csak hogy érezzük. Ugye gömbi geometriában szeretnénk ugye repülőgép útvonal tervezés. Hát régen volt direkt járat Budapest, meg Toronto között, annak ugye legrövidebb útja ez, Izlandot és Grönlandot is látjuk ilyenkor. Vissza akarunk repülni, mit tudom én, mit látogassunk meg, mindegy, Brazília. Akkor ez egy háromszög. Szögeinek összegét le lehet olvasni, 180-nál nagyobb. Vagy, ha Budapestről Pekingbe akarunk menni, akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy Minszbe, ami ugye innen északra van, áll meg tankolni a repülőgép. Ez nem ilyen egyszerű volt a tavalyi első házi feladat, mert ugye ez egy teljesen gyakorlati feladat, ilyet már a Google Map, meg hát a repülőgépen üzemelő szoftverek tudnak, hát hogy már más megcsinálta nekünk, nem kihívás. Hát a veteránok tudják, hogy ez annyival volt megcsavarva, hogy a bolygó nem gömb alakú, hanem tórusz alakú. De egyébként ugyanez kellett. Ugye a gömb pozitív görbületű, ugye ennek az ellentéte az, amikor egy olyan geometriát képzelünk el, ahol a geometria konstans negatív görbülettel rendelkezik. Tehát egy része mondjuk olyan, mint egy nyereg vagy egy chips. Ugye itt a legrövidebb utak, megint ugye azok az egyenesek, a legrövidebb utak ilyen hiperbóla jellegű dolgok, tehát hogyha két hiperbólát
egymás mellé teszek, úgy, hogy a legközelebbi részen ezek derékszögek, ez felelne meg a párhuzamosságnak, akkor mivel ezek távolodnak el egymástól, ugye a hiperbola tulajdonságai miatt, itt még lehetőségem van egy kicsit arrébb csavarni, és akkor ebből a hiperbólából egy ilyen hiperbólát gyártani, még mindig nem fogja a kettő metszeni egymást. Azaz, egy ilyen esetben, ha van egy egyenesem, meg egy másik pontom, akkor nem egyetlen egy másik egyenes húzható rajta keresztül, hanem egy szögtartományban levő végtelen sok. Jó? Ez a hiperbolikus vagy bolyai geometria. Ezt is axiomákkal kell felépíteni. És a szépsége többek között ennek az, hogy egyetlen egy szót változtatok meg a euklidészi geometria axiomáiban. Ugye azt megtartom, hogy két pont meghatároz egy egyenest, egy egyenestek van legalább két pontja, de a párhuzamossági axiomába, ami euklidész szerint azt mondaná, hogy pontosan egy olyan egyenes van, ami nem metszi, most azt mondjuk, hogy több van. Az összes olyan tétel, euklidészi geometriai tétel, ami erre építene, például a háromszög szögének összege 180, összedől romjaiban hever, nekünk pedig, ahogy a Bolyai fogalmazott, tényleg nulláról új világot kell fölépíteni. Ugye a tételek is mások, itt a háromszög szögeinek az összege mindig 180-nál kisebb, minél nagyobb a háromszög, annál kisebb. Ugye A nézet meg B nézet, egy derékszögű háromszögnél az pedig kisebb lesz, mint C nézet. Jó. Ugye ezek térképek, ugyanúgy, ahogy a gömbnél is leképezhető a gömb felülete egy, ugye az euklidészi sík egy tartományára, ezt hívjuk térképnek, de mivel a gömb görbülete nem zérus, ebbe a térképbe garantáltan valami torzítás van. Valamit torzítani kell. Például meglehetősen politikai inkorrekt módon a térképeket úgy szokták torzítani, hogy Európa sokkal nagyobbnak látszik, mint amilyen valójában. Ugye hasonlítsuk össze, hogy Európa körülbelül akkora, mint a Szahara, a térképen pedig úgy néz ki, mint hogy Európa Afrikával összemérhető volna. De nem az. Ugye nem lehet kiteríteni a gömböt torzítás nélkül, csak akkor lehetne kiteríteni, hogyha az ő görbülete nulla volna, de hát nem nulla. Na ezek térképek, ugye a hiperbolikus geometriáról, mégpedig olyan térképek, ahol szabályos sokszögekkel csempézzük ki. Tehát persze a térkép torzít, ezért a csempék, ugye, hogy haladunk a széle felé egyre kisebbek. Nem lesz olyan házi feladat idén, ami mondjuk ezekkel a geometriákkal foglalkozik, viszont a önök sorsát ez alapvetően befolyásolja. Most nem az AI-ra gondolok, hanem arra, hogy 13 milliárd évvel később a világegyetem még továbbra is tágul-e, vagy pedig közben meggondolja magát, és elkezd összefelé menni. Ez többek között attól függ nagyon erősen, hogy a világ, az univerzum nulla, pozitív vagy negatív görbületű. Ugye van három modellem, euklidészi geometria, gömbi, pozitív görbületi geometria, negatív görbületi geometria. Kérdés az, hogy melyik modell igaz, a világ melyik modellt követi. Hogyan lehetne ezt eldönteni? Leegyszerűsítve, sokkal egyszerűbb kérdés. Hogyan tudnák azt ellenőrizni, hogy hogy a Föld gömb alakú és 40 ezer kilométer a kerülete? Nem hiszik el, hogy az internet jót írt. Különös gyanús ez a olyan kerek, nem? Ami kerek, az nagyon gyanús. Tudják, miért kerek? Mert a métert így definiálták az északi sarktól az egyenlítő távolság, a francia forradalomba osztva 10 millió. Szóval hogy lehetne eldönteni itt a Földön, hogy akkor most ez milyen? Hát az egyik legegyszerűbb, megmérjük a háromszögnek a szögeinek összegét. Nyilván nagy háromszög kell, mert a 180-tól ez igazából csak akkor fog eltérni, hogyha nagy. És az univerzumban is ezt lehet, olyan sok fényéves oldalú háromszögeknél szögeket mérni és összegezni, hogy a 180-ra jön neki, vagy ettől eltér. Na, tehát bolyai geometria nem fog előjönni, de egy másik fajta geometria, úgynevezett projektív geometria, viszont annál inkább, ezzel orba szájba fogunk találkozni.
az előzőeket inkább azért mutattam be, hogy érezzük azt a dolgot, hogy egy geometriát úgy jártunk, hogy axiómákat sorolunk föl, aztán abból levezetünk tételeket. Az axiómán a legkisebb dolgot is megváltoztatom, az egy más világ, tételeknek más összessége, egy más modellje az univerzumnak. Na, térjünk vissza az euklidészi geometriához. Ugye az euklidészi geometriában a párhuzamosok nem metszik egymást. Úgy fogalmaz az axióma, hogy egy olyan egyenes van, ami nem találkozik. Ugye szokták azt mondani, hogy a karinti rossz tanuló felel, be is ugye erre hivatkozik, hogy a párhuzamosok a végtelenben találkoznak, és ugye a rossz tanuló, amikor már helyre küldik, akkor elgondolkozik, hogy végtelen látja valami nagy kék valami, egy kis házacska van, ahová bekopognak a párhuzamosok, leteszik a kalapjukat, és üdvözlik egymást. Karinti járt matematika szakra. Ez hülyeség. Hülyeség, mert az axióma egyértelműen fogalmaz, nem metszik egymást. Ugye mit jelent ez számunkra? Azt jelenti, hogy a végtelen az nem része az euklidésziségnek. Akármilyen messzire elmehetek, de végtelen távol nem mehetek el, mert így fogalmaz az axióma, hogy párhuzamos nem metszi egymást. A projektív geometria lényegében abban különbözik a euklidészi geometriától, hogy a végtelen is része a projektív síknak vagy térnek. És ez nem szőrszálhasogatás, ugyanis a végtelent látjuk. Azt nem tudjuk, hogy van-e, de azt biztos, hogy látjuk. Kimegyünk a vasútvágányra, belenézünk, hát ezek bizony metszik egymást. Vagy a hősök terén, ugye tudjuk, hogy ezek a piros vonalak párhuzamosak, mert ezek négyszög alakú csempék, tehát itt a távolság ugyanaz, mint itt a távolság, tehát ezek szépen párhuzamosan futnak, és akkor szemünkkel összekötjük ezeket a vonalakat, és azt találjuk, hogy a horizonton ezek bizony metszik egymást. A horizont semmi más, mint a végtelennek a leképzése a mi szemünkben. Tehát nem tudjuk, hogy végtelen, nem is tudjuk megtapasztalni, mert ahhoz, hogy el kéne menni a végtelenbe. Tehát megint vallási kérdés az, hogy akkor most a végtelen van, vagy nincs. Euklidészi geometriában ez a vallási kérdés nincs, projektív geometriában van. Axiómák. Két pont meghatároz egyenes. Igen, egyenesnek van legalább két pontja. Igen, párhuzamossági axióma helyett pedig két különböző egyenes mindig egy pontban metszi egymást. Ezek is egy pontban metszik egymást. Hol? A végtelenben. Tehát ezzel vettük hozzá a végtelent. Miért jó ez nekünk? Ugye ez perspektíva miatt nagyon fontos, ugye a grafikában ez központi fogalom, de azért is, mert a párhuzamosokat, mint programozók, mint informatikusok alapvetően utáljuk, mert egy szingularitást jelent. Ugye képzeljék el, hogy programot írnak arra, ami két egyenes metszéspontját kiszámolja. Egy nagyon alapfeladat, ugye minden geometri számításban ezt meg kell oldani. Két egyenes síkban metszi egymást, és ha igen, hol. És persze egy lineáris egyenletet kell megoldani, aminek van megoldása akkor, hogyha nem párhuzamosak, amikor meg párhuzamos a két egyenes, akkor nincs megoldása, ami onnan derül ki, hogy nullával kéne osztani, tehát ugye nullával nem lehet osztani, mert a programunk eldobja az agyát. Mit csinálunk ilyenkor? Hát visszatérünk valami bullal, ugye, hogy nem volt megoldás, vagy dobunk egy exception-t, vagy C-ben csinálunk egy long jumpot. C-ben így hívták még az exception-t. Egy jump, long jump. Egyik se jó, mert mindegyik esetben a döglött lovat átvittük a szomszéd utcába. Ugye nem tudtuk megoldani a feladatot, jelezzük, hogy nem tudtuk megoldani, vagy dobtunk egy exception-t, és akkor valahova eljutottuk, amúgy meg nem tudunk mit kezdeni vele. Na, ilyen szingularitás projektív geometriában nincs. Ha két párhuzamosunk van, annak is ki lehet számolni a metszéspontját. És azt véges adattal fogom leírni. A végtelen az nem szám, ez világos. Tehát majd a végtelen távoli pontot például azzal a három számmal fogom azonosítani a síkon, hogy 3, 4, 0. Tökéletesen kezelhető. Azért ennek persze ára van, ugye ez egy más világ, és az ára egyébként történetesen az, hogy ebben a geometriában nem lesznek távolságok. Ugye nem lehet távolság, mert végtelen távoli pontok is vannak, a végtelen pedig nem szám.
hogy a végtelen nem lehet szám, mert nem tudom az aritmetikai törvényeket rá alkalmazni úgy, hogy például az összeadás asszociativitása megmarad. Tehát nincsenek távol, nem beszélhetek távolságról projektív geometriába, ezek után nem is lesz Descartes koordinátorrendszer projektív geometriában, mert a Descartes koordinátorrendszer a távolságra épít. Mást kell kitalálni. Jó. Mennyit geometriáról, mármint a nem analitikus fajtájáról, most akkor gyorsan köpködjük meg, amit már előbb megcsináltam. Tehát egy geometria úgy néz ki, hogy axiómák, több fajta van, és akkor az axiómákban meg alapfogalmakra hivatkozok, meg ezeknek a tulajdonságait megfogalmazom, és egy matematikus ettől nagyon boldog, de mi ugye ezt igazából a számítógépre akarnánk rásózni, a számítógép pedig képtelen volna megérteni ezeket a bonyolult és absztrakt fogalmakat. Tehát előlépünk tolmáccsá, és lefordítjuk ezeket a fogalmakat a számítógép számára. A számítógép csak számokkal képes dolgozni, a közvetítő eszköz pedig ehhez az algebra. Ugye az algebrában számok vannak, műveletek vannak, ugye formulák vannak, ezeket a számítógép mind meg tudja oldani, vagy ki tudja számolni. Ugye az egyenletek megoldása is formulát jelent, megoldóképlet, tehát akkor ilyen erővel az algebra alól is szól, hogy hogy kell egyenletet megoldani, mert akkor ezeket le tudjuk képezni a számítógép nyelvére. Tehát egy megfeleltetést kell keresnünk, mégpedig úgy, hogyha ez a megfeleltetés megszületik, akkor az eredeti axiómák még érvényben vannak. Ugye nyilván ezt a geometriát szeretném továbbra is érvényben tartani. Tehát a megfeleltetés nem lehet tetszőleges, csak olyan jó, ami innen nézve a axiómákat érvényben tartja. Nem egyfajta ilyen megfeleltetés van, akár több is lehet, egyet kell választani. Ha ezt megtettem, akkor onnantól már el is felejthetem az axiómákat. Onnantól az lesz a geometriának hiteles, érvényes tétele, amit az algebrával, ugye a formulákból ki lehet gyúrni. Ugye mi nem vagyunk matematikusok, hanem programozók, az algebrát viszont könnyű programmá alakítani, ugye az algebrában vannak számok, meg van egy halmaz, nyilván nekünk az a halmaz osztály objektumai lesznek, ugye a halmaz elemeit számokkal, változókkal fogjuk leírni, és a halmaz elemeinek a művelet, elemein való műveleteket pedig tipikusan operátor overload-dal fogjuk megoldani, tehát igazából a C++ programunk az úgy fog kinézni, ahogy egy matematikus ezt algebrailag megfogalmazta. Ez a cél, ezt fogjuk csinálni. Kezdjük a jól ismert dologgal, hogy akkor számszerűsítsük a geometriai fogalmakat. Először számszerűsítsük a pontot. Hogy lehet pontot számmal megadni? Hát a megoldás a koordinátarendszer. Descartes volt már, ugye két merőleges egyenes, meg egy egység. Megmondom, mennyit kell sétálni vízszintesen, meg függőlegesen, hogy innen eljussak ide. Tehát egy koordinátarendszer az egy geometriai referenciarendszer, meg egy mérési utasítás. Ha a mérési utasítást végrehajtom, akkor kipottyannak számok ebből, mert ezek a számok fogják azonosítani a pontot. Ugye a polár koordinátarendszer is ismert, ugye itt a geometriai referenciarendszer egy félegyenes, ugye itt két merőleges egyenes volt, itt egy félegyenes, ezen is van egység, és a mérési utasítás pedig úgy néz ki, megmérjük, milyen szögben kell elindulni a félegyenes végétől az adott pont felé, és mennyit kell gyalogolni, tehát itt most két számot kapok a mérésből, egy szöget meg egy távolságot, ami egy pontot azonosít. Na ez nagyon fogjuk imádni, de kevésbé ismert, talán még kevésbé találkoztak vele, baricentrikus vagy homogén koordinátarendszer. A geometriai referenciarendszer három pont. Ugye itt két merőleges egyenes volt, itt egy félegyenes, most pedig három pont. Legalább három pont a síkon. A mérési eljárás meg a következőképpen néz ki. Ide rakok XH-súlyt az első pontba, a másodikba YH-súlyt, a harmadikba pedig vevésúlyt. Ugye ez egy mechanikai rendszer lesz, ennek van súlypontja, itt ez a sárga, amely súlypontot meghatároz a három súly, tehát az XH, YH is vevé. Ez az XH, YH vevé, tehát ennek a pontnak a baricentrikus koordinátája, a baricenter súlypontot jelent magyarul, vagy homogén koordinátái, azért mondjuk homogénnak, mert hogyha
ezt a súlyt, meg ezt a súlyt, meg ezt is megszorozom 2-vel, 10-zel, vagy akár mínusz 20-szal is, akkor mi lesz a súlyponttal? Nem változik. Ugye, ha mindenhová dupla akkora súlyt teszek, akkor súlypont nem megy arrébb. És mint céloztam rá, akár mínusz 10-zel is, ugyan fizikai analógiája, vagy fizikai plauzibilitása nincs a negatív súlynak, mi, nekünk ez egy képlet lesz, hát negatív számokkal is tudunk dolgozni, ugyanolyan könnyedséggel, ez kvázi annak felelne meg, mint hogy a gravitáció ellentétes irányú lenne. Akkor is működik ugyanaz a dolog. Mi az előnye egyébként ennek? A másikhoz képest nincs benne távolság. Nem épít a távolság fogalomra. Tehát a projektív geometriában ez az egyetlen használható megközelítés, mert ott nincs távolság. Hát pénteken, akkor innen. Köszönöm a figyelmet. Ez mint egy úszógumi önök szemszögéből. Ennek a súlypontja ottan belül van a lukba, tehát kvázi az alakzaton kívül, na de azért az alakzat konvex burkának belsejébe helyezkedik el. Hát általában kimondható, hogy tömegközéppont vagy a súlypont a konvex burok belsejében van. Mi a konvex burok definíciója? Van egy ponthalmazom. Konvex burok az a minimális halmaz, ami tartalmazza ezt, és még konvex is. Tehát például megrajzolom a konvex burkot, az egy sokszög lesz ebben az esetben ez. A konvex burok nagyon hasznos fogalom. Például, hogyha a mérges kígyóim kiszabadultak, és most alszanak, nekem meg gyorsan be kell kerítenem őket, még mielőtt megmarnak valakit, akkor hova húzom a kerítést, ami körbeveszi őket a mérges kígyók konvex burkára, vagy még életbevágó példát hagyd mondjak, közelít a Valentin nap, és mostanában elég sokat rosszalkottunk, tehát föl kell vágni valamilyen ütős ajándékkal, és nem is egyel, hanem többel. Itt jönnek az ajándékok szépen sorba, amit persze be kell csomagolni, hova tesszük a csomagoló papírt, hát az ajándékok konvex burkára. Jó. Tehát ha a súlyok nem negatívak, akkor konvex kombinációról beszélünk, és a konvex kombináció eredménye mindig a referenciapontok konvex burkán belül van. Na ez a kombináció egyébként egy meglehetősen erős dolog. Vegyünk például két pontot. Ugye két pont, hogyha súlyokat helyezek el, hol lehet ennek a rendszernek a súlypontja? Abban az esetben, hogyha ez a súlyok nem negatívak. Hát a két pont közötti szakaszon. Hogyha elkezdek játszani a súlyokkal, akkor ezt a súlypontot lehet vinni az egyik pontból a másikra, tehát két pont konvex kombinációja az egy szakasz. Azt is megengedem, hogy a súlyok negatívak legyenek, tehát nem csak vonzhatják a tömegközéppontot, hanem akár taszíthatják is, akkor a súlypont átlendül a két pont által definiált egyenesnek a túlsó ponthoz képesti másik oldalára, tehát így akár egy egész egyenest is előállíthatok. Két pont kombinációja egy egyenes. Három pont konvex kombinációja egy háromszög. Három pont kombinációja egy sík. Négy pont konvex kombinációja egy tetraéder. Négy pont kombinációja egy tér. Tehát ez egy remek eszköz arra, hogy meglevő néhány pontból új pontokat definiáljak. Legyen az háromszög, szakasz, egyenes, és így tovább. Fogjuk is használni bőven. De mit lehet csinálni azon túl, hogy pontokat kombinálok, annak érdekében, hogy új pontokat előállítsunk? Hát a pontokat lehet transformálni is, és a legfontosabb transformáció az eltolás. Egy régi ismerős a vektor, mi a vektor definíciója? A vektor az egy eltolás. Ugye az eltolás megfogja a pontokat, és a eredeti helyükhöz képest adott irányba és adott távolságra elviszi. Tehát egy vektornak ugye van hossza, milyen távolságra mozgatja el a pontokat, és iránya, milyen irányban mozgatja el a pontot. Ugye a hossza általában ezt az abszolút érték jelölést használjuk.
Na most, hogyha vannak eltolásaim, vektoraim, és a térben vagy a síkon kijelölök egy referenciapontot, ezt általában origónak nevezzük, akkor minden ponthoz pontosan egy vektor fog tartozni, ami az origót eltolja oda, és megfordítva ugye minden vektor egy pontot fog azonosítani, ami úgy keletkezik, ugye, hogy az origó ide kerül, hogyha végrehajtjuk az eltolást. Tehát, hogy ebben az esetben egyébként a pontokhoz tartozó vektort a pont helyvektorának nevezzük. Tehát a pontok és a vektorok között egy-egy kapcsolat ismerhető föl az origó bevezetése után. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez persze nem jelenti azt, hogy a pontok és a vektorok azok ugyanazok volnának. Ezek teljesen különböző állatfajhoz tartozó dolgok. Ugye attól, hogy egy autónak egy rendszáma van, egy rendszámot egyszer adnak ki, tehát egy-egy kapcsolat van a kettő között, egy embernek egy személyi száma van, egy számot egyszer adnak ki, keresztény kultúrkörben egy feleségnek egy férje van, és fordítva, ez is egy-egy kapcsolat. Ez abszolút nem jelenti azt, hogy a mérleg két serpenyőjében levő dolog az ugyanaz. Teljesen különböző. Ennek ellenére lépten nyomon összekeverjük a kettőt, és előre elnézést kérek, hogy a fél év során is egy csomószor össze fogom keverni a kettőt. Ezt tessék majd dekódolni és helyre tenni, hogy mikor beszélek pontról és mikor vektorról. Különbözőek. Na hát, ha bevezettük a vektorokat, akkor műveleteket definiálhatunk rajtuk, és azokhoz geometriai tartalmat rendelhetünk. Hogyha geometriai tartalmat rendelünk a műveletekhez, akkor persze a műveletek tulajdonságát úgy kell kialakítani, hogy az a geometriai szabályaival ne ellenkezzen. Szeretnék emlékeztetni arra a kitételre, hogy amikor algebrai alapot gyártunk, ugye most ez a vektor fogalom, vektor algebra lesz ez az algebrai alap, akkor ezt úgy kell megcsinálni, hogy az eredeti axiomái a euklidészi geometriának érvényben maradjanak. Hát gyártsunk műveleteket geometriai tartalommal. Tehát van értelme egymás után végrehajtani eltolásokat. Ezt nevezzük úgy, bármilyen operátort használhatok ennek az elnevezésére, hogy összeadom a eltolásokat, tehát ez lesz ugye a vektor összeadás. Milyen tulajdonságai vannak a vektor összeadásnak? Na, ehhez kell visszanyúlnunk a geometriához. Ugye általában a műveletek tulajdonságai asszociativitás, kommutativitás, disztributivitás, ezt a hármat szoktuk vizsgálni, és ez nagyon fontos, hogy készségszinten érezzék, becsukott szemmel is tudják, hogy melyik művelet milyen tulajdonsággal bír, és milyennel nem, mert amikor programoznak, akkor persze ugye a program attól függően lesz jó vagy nem jó, hogy ezeket a szabályokat jó kezelik-e vagy sem. Na, milyen tulajdonságai vannak az összeadásnak? Hát kommutatív, ami azt jelenti, hogy ha ugye egymás után végrehajtom a V1, V2-t, akkor eljutok eddig a összetett eltolásig, ami innen ide tol. Ugyanez az eltolás előáll úgy is, hogy először a V2-t hajtjuk végre, utána pedig a V1-et. Ugye ez a klasszikus parallelogramma szabály, mindenki ismeri. Na, ezt az egyet azért bizonyítsuk be rendesen az axiomák alapján. A többi, tudom, asszociativitás, meg a skalárral való szorzás tulajdonságai pedig házi feladat, azokat is bizonyítsák be egyenként az axiomák alapján. Na, nézzük! Hogy azt szeretnénk megmutatni, hogy a V1 plusz V2 az ugyanaz, mint a V2 meg a V1, akkor alkalmazzuk először a V2 eltolást, és akkor nézzük meg, hogy a V2 eltolást még mivel kell kiegészíteni, hogy ugyanoda jussak, mint a V1 plusz V2. Hát nevezzük ezt a kiegészítést V1 csillaggal, és ugye a bizonyításnak az a célja, hogy megmutassuk, hogy a V1 csillag ugyanaz, mint a V1. Na, akkor kommutatív. Ugye két pont meghatároz egy egyenest, rajzoljuk be ezt az egyenest. Ugye ez a oldal, meg ez az oldal párhuzamos egymással, mert a V2 ugyanaz, és két vektor ugye akkor egyezik meg, hogyha ugyanolyan hosszuk van, és ugyanolyan irányuk. Hát, hogyha párhuzamosak egymással, akkor ezek a szögek megegyeznek, ezt múltkor bebizonyítottuk. Na most, akkor van itt két háromszögem, ez meg ez. Ugye ez a két háromszög közösen birtokolja ezt az oldalt, ez is a szög is közös,
és ez az oldal is ugyanolyan hosszú, ugye három független adat egy háromszöget meghatároz, tehát ez a háromszög egybevágó kell, hogy legyen ezzel. Ha egybevágó, minden méretük megegyezik, ez az oldal megegyezik ezzel, hosszuk megegyezik, és ez a két szög is megegyezik egymással, azaz ehhez képest, a V1-hez képest a V1 csillag párhuzamos, és ugyanolyan hosszú. Két vektor akkor egyezik meg, hogyha a hosszuk és irányuk megegyezik. Tehát a V1 csillag ugyanaz, mint a V1. Beláttuk, házi feladat, kiszenvedni azt, hogy asszociatív is. Ugye van értelme az invers bevezetésének, tehát hogyha van egy V eltolásom, meg egy V2 eltolásom, akkor föltettem azt a kérdést, hogy na vajon mivel kell kiegészíteni a V2-t, hogy eljussak a V-ig, ezt nevezzük úgy, mint a V meg a V2 különbséget. Következője jól ismert művelet skalárral való szorzás. Ugye ez annyit jelent csupán, hogy a vektor irányán nem változtatunk, csak a hosszát megszorozzuk egy valós számmal. Házi feladat bebizonyítani, hogy ez disztributív. Nézzük az érdekesebbet, skalárszorzás. Ugye dot product, mert ugye ponttal szokták jelölni, vagy belső szorzás, ugye ez is elterjedt név. Ugye a definíció, két vektor skalárszorzat egy szám, ezért hívják skalárszorzatnak, ami úgy számolandó ki, hogy veszük a két vektor abszolút értékét, és még megszorozzuk a bezárt szögük koszinuszával. Ugye a definíciónál érdekesebb a műveletnek a geometriai jelentése. A geometriai jelentése a következő, itt a két vektorom, a skalárszorzás tulajdonképpen annyit csinál, hogy veszi az egyik vektornak a vetületét a másik vektorra, és majd ezt a host, előjeles host tulajdonképpen megszorozza a másik vektornak a hosszával. És valóban, ugye nézzük a vetületet, itt egy derékszögű háromszög ismerhető föl, az átfogója ugye V1 abszolút érték, akkor ez a befogó V1-szer koszinusz alfa, és ezt megszorozzuk V2 abszolút értékeivel, akkor éppen a skalárszorzás definíciójához jutunk el. Tehát mi a skalárszorzás? Egyik vektor vetülete a másikra, szorozva a másiknak a hosszával. Tulajdonságok. Kommutatív. Tehát V1-szer V2 egyenlő V2-ször V1, ami nyilvánvaló a definícióból, mert ha megcserélem a kettőt, ugye a számok szorzása az felcserélhető, kommutatív, és két vektor által bezárt szög, az nem függ attól, hogy ha őket szépen megcserélem, ugyanaz marad. Nem asszociatív. Nagyon fontos. Ugye a hallgatók, jó hiszeműek mindig feltételezik minden műveletről, hogy az minden jó tulajdonságot teljesít. Hát a skalárszorzás nem teljesít. Egyébként a vektorszorzás még kevésbé teljesíti ezeket a jó tulajdonságokat. Tehát ezt nem lehet alkalmazni. Ezt a itt ülőknek a 60%-a el fogja cseszni a házi feladat során. De feltételezi, hogy hát az, amikor írja a programját, ott a zárójeleket elhagyhatjuk, vagy átrendezhetjük, mert azzal mennyivel egyszerűbb lesz az egész. Hát egyszerűbbnek egyszerűbb lesz, csak éppen nem lesz jó. De azt bebizonyítani, hogy valami nem bír egy adott tulajdonsággal, megteheti úgy, hogy mutatok egy ellenpéldát. De nem kell akár milyen esetre ezt megnézni. Hát nézzük mondjuk a A, B, C vektorokat. Ugye az asszociativitás azt jelentené, hogy a zárójeleket áthelyezhetem. A, B, C. És akkor az a kérdés, hogy ez a kettő megegyezik-e egymással általában minden A, B, C vektorra. Ha megegyezik, akkor a művelet asszociatív. Ha nem egyezik meg, ha van olyan A, B, C, amire nem egyezik meg, akkor nem asszociatív. Ugye két vektor skaláris szorzat egy szám. Tehát ez egy valós szám lesz, egy valós számmal skálázzuk a C-vektort. Ennek az iránya a C-vektor iránya. Másik oldalán. A B és a C skaláris szorzata egy szám, amivel skálázzuk az A-vektort, ennek az iránya az A-vektor iránya. Tehát ő a C irányába mutat, ő meg az A irányába mutat, hogyha az A és a C kezdetben nem egy irányba mutatott, akkor ez soha nem lesz egyenlő. Nem igaz. Ne tessék kihasználni. Viszont, és ez roppant lényeges lesz a továbbiak számára, a skaláris szorzás
disztributív. Tehát amikor egy összegre alkalmazzuk, akkor az összeg tagjaira külön-külön el lehet végezni, és ugyanazt az eredményt kapjuk. Bizonyítás. A bizonyítás a művelet intuitív vagy geometriai értelmezéséből következik. Ugye vegyünk két vektort, V1 meg V2-t, és hát szorozzuk össze a V3-mal. Az intuitív értelmezés szerint a skalár szorzás, ugye a V1-nek a vetülete a V3-ra, szorozva ugye a V3-nak a abszolút értékével vagy hosszával, illetve a V2-nek a vetülete a V3-ra, szorozva a V3 hosszával. Ugye vegyük észre azt, hogy a V1-et vetítve, majd a V2-t vetítve, a két vetületet összeadva pontosan ugyanazt a hossz kapjuk, mint hogyha először gondosan a V1-et meg a V2-t összeadnám, és az eredményt vetítjük. Tehát a vetítés disztributív. Utána meg már nincsen más hátra, mint ugye a V3 abszolút értékével megszorozni a kettőt, ugye a számok szorzása az is disztributív, tehát összességében ez egy disztributív művelet, ez igaz. Egyébként más oldalról nem volna triviális bebizonyítani, nem könnyű triviálisan belátni azt, hogy a skalár szorzás ezzel a disztributív tulajdonsággal rendelkezik. Ugye gyakran jól jön az, hogy az a felismerés, hogyha egy vektort saját magával megszorozzuk, ugye a definíció szerint akkor a V1 megegyezik a V2-vel, akkor ugye itt a V abszolút érték négyzete jelenik meg, egy vektor saját magával nulla szöget zár be, a koszinusz nulla pedig egy, tehát a saját magával képzett skaláris szorzás az előállítja a vektor hosszának abszolút értékét. Jó, még egy megfigyelés. Ugye, hogyha a két vektor 90 fokot, vagy plusz 90, vagy mínusz 90 fokot zár be, annak a koszinusza nulla, tehát a skalár szorzás ebben az esetben nulla lenne, vagy nulla. Ugye akkor is nulla a skalár szorzás eredménye, hogyha valamelyiknek a vektornak az abszolút értéke történetesen éppen nulla. Ugye ezt ne kelljen külön kezelni, a matematikusok egy huszárvágással ezt úgy intézik el, hogy ugye a null vektornak úgy sincsen jól definiált iránya, a definíció szerint a null vektort mindenkire merőlegesnek tekintünk, és akkor utána ki lehet mondani azt, hogy két vektor akkor és csak akkor ad nulla skalár szorzás eredményt, hogyha két vektor merőleges egymásra. Ez a merőlegesség definíciója ugye analitikus geometriában. Van két vektorom, úgy döntöm el, hogy merőlegesek, összeszorzom, és megnézem, hogy az eredmény nulla-e vagy sem. Na nézzük a másik típusú szorzást, ugye a vektor szorzást, cross product, így fogja GLSL-ben, ugye dot meg cross a megfelelő, és egyébként ezek gépi utasítások a grafikus processzorban. Hát meg az is gépi utasítás, hogy kiszámolja a Snellius-Descartes törvényt, hogy milyen irányban törik egy adott felületen. Tehát ugye vektoriális szorzás két vektorból egy vektort állít elő, ezért hívják vektoriális szorzásnak, mégpedig egy olyan vektort, aminek a hossza a két vektor hosszának, ugye abszolút értékének szorzata, meg még meg van szorozva a bezárt szögük színuszával is. A vektor irányát tekintve, meg az eredményvektor, ez merőleges a két összeszorzott vektorra. Ugye akkor még két lehetőségem volna, mert hogyha itt van két vektorom, ez is merőleges, meg a másik is ellentétes irányú is merőleges. Ebből a kettőből, vagy jól ismert jobbkész szabály szerint azt kell választani, amelyben ugye a harmadik ujjam mutat, abban az esetben, hogyha az első, a hüvelykujjam az első vektor, a mutató ujjam pedig a második vektor irányába. Tehát ez a definíció. Megint érdemes geometriai jelentést társítani hozzá, hogy az egyik geometriai jelentés, a vektori szorzás egy terület, tehát a hossza tulajdonképpen annak a parallelogrammának a területe, aminek az oldala éppen a V1, V2. Jó, mert a parallelogramma magassága V2 ször színusz alfa, V2 abszolút értékész, színusz alfa, az alapja pedig V1 abszolút érték, és ugye a kettő szorzata éppen ezt adja ki, és a iránya pedig, ahogy hát előbb is elhangzott, hát merőleges erre a parallelogrammára.
A másik intuitív értelmezése a vektorális szorzásnak. A vektorális szorzás is egy vetület, de most az egyik vektort nem a másikra vetítjük, hanem az egyik vektort a másikra merőleges síkra vetítjük. Nézzük, itt van a V2 meg a V1. Vetítsük a V1-et először a V2-re merőleges síkra, tehát ugye a vetület eredményeképpen ezt a fekete vektort kapjuk, amelynek a hossza egyébként, ugye, hogyha itt egy alfa szöget zár be a V1-V2, akkor ez az alfa itt is megjelenik, tehát ennek a hossza a V1 abszolút értéktel színusz alfa éppen. Ugye közeledünk, de még nem vagyunk a célban. Forgassuk el ezt a fekete vektort a V2 körül plusz 90 fok irányában, tehát hogyha a hüvelykújjam a V2 irányában mutat, akkor úgy még 90 fokot elforgatjuk, és akkor előáll a kék vektor. Ez a kék vektor merőleges a V2-re, mert benne van a V2-re merőleges síkban, és a 90 fokos elforgatás miatt pedig merőleges lesz a V1-re is. De mind a kettőre merőleges, már majdnem célban vagyunk, most már csak annyit kell hozzátenni, hogy ezt a vektort még skálázzuk a V2 hosszának megfelelően. És akkor a definíció minden kritériumát teljesíti. Ez a hossza merőleges a V1-re meg a V2-re, ugye az eredményvektor, és éppen a jobb kéz irányába mutat, plusz 90 fokba forgattuk. Tulajdonságok. Nem kommutatív, ezt se használják ki. Ugye nem kommutatív, mert hogyha megcserélem a hüvelykújjamat, meg a mutatóujjamat, akkor azzal, hogy hívják ezt a harmadik ujjat? Mindegy, a harmadik ujjam éppen ellenkező irányba fog mutatni. Tehát egy mínusz megjelenik akkor, hogyha fölcseréljük a kettőt. Ugye azt szokták mondani, hogy antiszimmetrikus művelet. Nem asszociatív sem, ezt se tessék használni. Ugye megint elég egy ellenpéldát mutatni, hogy miért nem teljesül az asszociativitás. Hát mondjuk I, tehát egymásra merőleges három vektort képzelek el, I, J, K-t. I kereszt, J. I kereszt, J. Most ide tesszük a zárójeleket, most pedig ide tesszük a zárójeleket, és föltesszük a kérdést, hogy ez a kettő megegyezik-e. Jó? Ugye I kereszt I, a két vektor párhuzamos egymással, a bezárt szögük nulla, a színusz nulla, nulla, tehát ez nulla, nullával megszorzok bárkit, az nulla. Tehát a bal oldalon nulla áll. I kereszt J, K. I kereszt K, mínusz J. Ugye a mínusz J az nem egyezik meg a nullával, tehát nem igaz. Nem asszociatív. Viszont disztributív ezt az egy dolgot tudja. A bizonyítás pedig a geometriai interpretációból következik, mert mi is a vektoriális szorzás? Vetület, síkra, 90 fokkal elforgatás és egy számmal való skálázás. Hát a vetület az tényleg olyan, hogy ha két vektorra alkalmazom a vetítést, akkor ugyanazt az eredményt kapom akkor is, hogyha külön-külön alkalmazom, és akkor a vetületeket összeadom, és akkor is, hogyha először összeadom a két vektort, és az eredményt vetítem, ahogy az előbb láttuk. Ugye a 90 fokos elforgatás is ugyanilyen, meg bármilyen elforgatás is ugyanilyen. Ugyanaz az eredmény adódik akkor, hogyha külön-külön elforgatom a két vektort, összeadom, mint hogyha először összeadom őket, és elforgatom. És a végel a skalára való szorzás, azt már láttuk, hogy az is disztributív. Tehát ezek elemi disztributív műveletek összességében is disztributív lesz. Ez igaz. Ugye megint el lehet játszani azzal a dologgal, hogyha bezárt szög nulla, vagy 180 fok, tehát a két vektor párhuzamos egymással, adott esetben ebbe belefér, hogy ellentétes irányú is, akkor a vektorális szorzás nullát ad, ugye akkor is nullát ad a vektorális szorzás, hogyha valamelyik
vektor éppen null vektor. Ugye a matematikusok ezt, hogy ne kelljen ezt így bonyolítani, azt mondják, hogy a null vektornak úgy sincs iránya, tehát tekintsük a null vektort mindenkivel párhuzamosnak. És akkor két vektor akkor és csak akkor párhuzamos, hogyha a vektorai szózatuk nulla. Ugye akkor szerencsétlen null vektor mindenkivel párhuzamos, meg egyszerre mindenkire merőleges is. Úgy sincs iránya neki, hát megengedheti magának. Jó, akkor az alapműveletekkel, ugye vektor algebránk, akkor megszületett, vannak vektoraink, és azokon műveleteket végezhetünk úgy, hogy a műveletek eredménye vagy új vektor lesz, vagy pedig szám. Ugye ebből akkor most már fölépíthetjük a koordináta rendszerünket is. Ugye a vektorok felhasználásával egy koordináta rendszer két vektor lesz, meg egy pont. Ugye a pont az origó, a két vektor meg az i, meg a j, és feltételezzük, hogy ezek a vektorok egységhosszúak és egymásra merőlegesek. Vektor algebrában ezt a fogalmat, hogy egymásra merőlegesek meg egységhosszúak úgy lehet kifejezni, hogy az i négyzet meg a j négyzet az egyenlő 1, az i szer j pedig 0. Ha így fölvettük ezeket a vektorokat, akkor innentől bármely vektor egyértelműen kifejezhető úgy, mint az i és a j úgynevezett bázisvektorok kombinációja. Tehát az i-t megszorozzuk valamilyen számmal x-el, a j-t megszorozzuk valamilyen számmal y-nal, ugye a kettőt össze lehet adni, bocsánat, ez egy vektor lesz, az éppen az adott vektort állítja elő, és egyértelműen, tehát minden vektorhoz egy xy számpár tartozik. Ugye ezt úgy lehet belátni, hogy akkor nézzük ezt az összefüggést, és szorozzuk meg mind a két oldalt i-vel. Ugye a bal oldalon az lesz, hogy v-szer i, a jobb oldalon pedig az lesz, hogy x-szer i-szer i-szer i az mi 1, tehát x, meg y-szor j-szer i-szer i az mennyi az 0, tehát a v-szer i az az x, tehát a v és az i ismeretében az x egyértelműen kifejezhető, és ugyanígy az y is kifejezhető, hogyha a v-t j-vel szorzom meg. Tehát egyértelmű kapcsolat van a vektorok, meg az xy számpárok között két dimenzióban, ugye három dimenzióban nyilván az xyz szám hármasok között. Ha egyértelmű kapcsolat van közöttük, ez azt jelenti, hogy a koordinátákkal is el lehet végezni az összes műveletet, akkor nézzük meg, hogy hogyan. A két vektort összeadok, akkor a v1-et fölírom úgy, hogy x1, meg x1, i, meg y egyszer j, ugye a v2-t hasonlóképpen, és akkor felhasználjuk azokat a tulajdonságokat, amiket a műveletekre megismertünk, tehát skalárral való szorzás, disztribútív, stb., és át lehet rendezni ebben a formában, ami azt a jól ismert eredményt adja, hogy két vektort úgy adunk össze, hogy az x-koordinátát az x-koordinátával, az y-koordinátát pedig az y-koordinátával összegezzük. Skalárszorzás. Tessék hálát adni a disztributivitásnak. Ha nem volna disztributív, akkor nem lehetne így kiszámolni a skalárszorzást. De disztributív, tehát ugye v1 szer v2, fölírjuk az első vektort, ez a v1, ez meg a v2, és jön a disztributivitás. A disztributivitás azt jelenti, hogy az egyik csoport, amikor szorzok, az egyik csoportban levők, a másik csoportban levők mindegyikével azt csinálnak, amit éppen szeretnének, összeszorzódnak ebben az esetben. Tehát x1 i szer x2 i, i szer i az 1, tehát az eredményben megjelenik az, hogy x1 szer x2. X1 szer i szer y2 szer j, i szer j az 0, tehát az nem jelenik meg itt az eredményben. Y1 szer j szer x2 szer j szer i az 0, nem jelenik meg. Y1 szer j szer y2 szer j szer j az 1, az viszont megjelenik. Tehát disztributivitásnak köszönhetően úgy számoljuk ki a skalárszorzást. X koordinátákat összeszorozzuk, y koordinátákat összeszorozzuk. Ha van z, akkor még azt is, és a szorzatokat összeadjuk. Ugyanezt pepitába a vektoriális szorzással. Hát azt rögtön három dimenzióban írom föl, mert ugye a két vektorra merőlegest állít a vektoriális szorzást, annak úgy két dimenzióban igazából nincs értelme, mert ha alkalmazzuk, akkor rögtön kilépünk a két dimenzióból. Tehát az első vektor itt van, második vektor itt van. Egyetlen egy jó tulajdonsága van a vektoriális szorzásnak, a disztributivitás. Ezt használjuk. Tehát az első csoport
minden tagja, a második csoport minden tagjával párosodik, ugye x egyszer i kereszt x kettőször i kereszt i, nulla, nem jelenik meg sehol az eredményben. X egyszer i kereszt y kettőször j, i kereszt j, az k, itt van, ugye, y egyszer y kettőször k. És így tovább, hogyha végigmegyünk az összes tagon, akkor ez a szép kifejezés előállítható, amit hogyha meg akarnak jegyezni, akkor úgy érdemes megjegyezni, hogy ez egy determinás, mert az első sora az IJK, ugye egységvektor, második sora az első operandus három koordinátája, a harmadik sora a második operandus három koordinátája. Hossz. Ugye a hossz az a négyzetnek a négyzetgyöke, ugye V-szer V, ugye V-nek most akkor X, Y, Z a három koordinátája, a skalár szorzás szerint úgy kell szorozni az X-t az X-et, X négyzet, Y-t az Y-ra Y négyzet, Z-t a Z-vel Z négyzet, és össze kell adni, azaz egy vektornak a hossza így számítható ki a koordináták alapján, ami semmi más, mint a Pitagorasz tétel. Hopp, megkaptuk ingyen. Miért? Ki hozta nekünk tálcán a Pitagorasz tételt? Hát a skalár szorzás disztributivitása. Abból következik. Hát jól el voltunk itten matematikával, de hát amikor programozunk, akkor voltak éppen ebből az egészből ez kell, ami implementálja azt az egész dolgot, amit körülbelül itt 40 percen ragoztam. Ugye megállapítottuk azt, most ugye rögtön háromdimenziós térbe gondolkozzunk, hogy a pontokat és a vektorokat is x, y, z számhármasokkal jellemezhetjük. Akkor is, hogyha ezek különbözőek, mind a kettőt, tehát a pontot is, meg a vektort is XYZ számhármassal lehet megadni. Ugye lebegőpontos számábrázolást használunk, más tárgyakban általában a lebegőpontos számokra a double-t használták, ebben a tárgyban a lebegőpontos számokra a float-ot fogjuk használni. Többek között azért, mert ugye a párhuzamos rendszerekben, akár a CPU, ugye SSL utasítás készletében pláne a GPU processzorokon a floatot részesítik előnyben. Annyira ezt részesítik előnyben, hogy régen nem is volt megengedve double pontosság, most már ugye ezt egyre inkább megengedik, de semmiképpen nem támogatják, és mindenképpen szeretnék lebeszélni a programozót a használatáról, egyszerűen azért, mert sokkal-sokkal lassabb. Tehát nekünk a lebegőpontos szám az float, 32 bit. Ugye ez a osztály, ez a CPU-n fog futni, tehát itt még megengedhetném magamnak a double-t, tehát szokjuk a gondolatot, meg különben is a numerikus stabilitási problémákat is minél előbb ugye szokjuk meg, ezért felejtsék el a double-t, és minden levegőpontos számot float-ként deklaráljanak. Na, tehát akkor az XYZ az jelenthet vektort is, meg jelenthet pontot is, sőt, hát akkor, hogyha beindul egy üzlet, akkor ne álljunk meg. Egy szám hármas, három float akár jellemezhet egy szint is, ugye erről ugyan még nem volt szó, majd szó lesz a fél év során, de hát mindenki tudja, hogyha a három monokromatikus fényt, akik elég távol vannak egymástól, ugye 300-tól 800 nanométeres tartományban felhasználunk, akkor azoknak az additív keverésével bármilyen színérzet kialakítható, ugye leginkább a vörös-zöld és a kéket szokták itt példaként használni. Tehát egy ilyen számhármas akár jelenthet egy szint is, tehát a mi vektor struktúránk vagy osztályunk, az akkor ezek után jellemezhet vektort, pontot vagy szint. És hát ugye operátor overload-dal pedig megvalósítom azokat a műveleteket, amiket lehet itt használni. Persze azért vigyázni kell, mert nem minden művelet, nem minden megvalósított típusra alkalmazható. Például van értelme két vektor összeadásának, ugye az egy vektor. Van értelme egy pont és egy vektor összeadásának. Az azt jelenti, hogy a pontot eltoljuk az adott vektorral, tehát kapunk egy új pontot. Van értelme két szín összeadásának, fölkapcsoltam a másik lámpát, de két pont összeadásának semmi értelme nincsen.
Tehát az, hogy melyik művelet mire használható, azt majd nekem programozónak kell szépen megcsinálni. Na, menjünk végig ezeken a műveleteken, hát meg kell konstruálni, nyilvánvaló. Ugye skalára való szorzás, egyébként itt a színkódolással próbáltam azt jelölni, hogy melyik művelet a vektor és a pont és a szín közül melyikre értelmes. Skalára való szorzás mire jó? Hát egy vektort lehet skálázni, ugye a iránya nem változik, csak a hossza változik, meg egy szint is lehet skálázni főtekerem. Egy pontot nem lehet skálázni, arra ennek semmi értelme nincsen. Hát a implementáció nyilván az, hogy a három koordinátát megszorozzuk. Összeadás. Két vektort össze lehet adni, az eredmény egy vektor, két szint is össze lehet adni, hogy előbb mondtam, hogy fölkapcsoljuk a lámpát, egy pontot és egy vektort is össze lehet adni, a pontot eltoljuk a vektorral, a vektort meg a pontot visszafelé is össze lehet adni. Ugyanez, két pontot nem lehet összeadni, az értelmetlen. Egyébként az implementáció minden esetben az, hogy ahogy láttuk, hogy XYZ-ket külön-külön összegezzük. Különbség. Két vektor különbség az egy értelmes dolog, mivel kell kiegészíteni az egyik vektort ahhoz, hogy a másik vektorig eljussak. Hát, hogyha bekapcsolom a lámpát, az az összegzés, akkor ha kikapcsolom a lámpát, az a különbség. Színeknél egy pontból van értelme kivonni egy vektort, ugye az azt jelenti, hogy melyik pontot tolja el az a vektor éppen ide. Két pontot is van értelme kivonni, keresem azt a vektort, ami az egyik pontot eltolja a másikba. Tehát ezek minden kombinációban érvényesek. A csillag, ugye az elemenkénti szorzás, hát vektorokra, hát legalábbis nem adtunk semmiféle értelmet, nem is nagyon van geometriai értelme, pontokra pláne, a színekre viszont igen. Képzeljük el jelenlevő hölgyeknek a Valentin napra nyilván egy üveg vörösbor az, mint ajándék, ez általában működni szokott, tehát itt a vörösbor üveg. Már én most már a rozét meg a fehérbort jobban szerettem, mert az ember idősödik, megfájdul a feje a vörösbortot. Tehát itt van benne a vörösbor. Megvilágítjuk fehér fénnyel, ami ugye fölbontható hatásában legalábbis vörös, zöld és kék komponensre. Tehát mondjuk 10 valamilyen fizikai dimenzióban, 10 az intenzitása a vörösnek, méter, bocsánat, watt per négyzetméter per szteradián, ez is 10, tehát a vörös, kék, zöld. Ugye a fény bemegy a zöld üvegbe, a zöld üveg attól zöld, hogy a zöld hullámhosszú fényt átengedi, mondjuk a 0, ő a zöld. 0,80%-át átengedi, de a másik kettőt nem, tehát ez 0,0. Vörösbor. Vörösbor attól vörös, hogy a zöldet és a kéket nem engedi át, ez 0,0, de a vörösnek a nagy részét igen, tehát mondjuk 0,7, és kijön az, amit látok, ugye a 10, itt megszorzódik az üvegen nullával, aztán 0,7-tel az eredmény 0, a 10 megszorzódik az üvegen 0,8-al, a vörösborban nullával az eredmény 0, és ugye a kéken kétszer is megszorzódik nullával az eredmény 0. Milyen színű a vörösbor a zöld üvegben? Fekete. A művelet pedig, vesszük ezt a RGB-t, vesszük az átlátszatlanságot, úgynevezett opacitást, mint RGB-t, és elemenként összeszorozzuk, aztán újra és újra összeszorozzuk, hogy az eredmény előálljon. Ez. Ugye ez a művelet csak a színre értelmes. És akkor még két globális függvény, a skalázás dot vagy cross, ami veszi a két vektort, és előállítja az eredményt úgy, ahogy a képletben láttuk. Még 1 perc van a
szünetig. Tehát elsősorban azoknak, akik a jelenlevők közül nagyon objektumorientáltak, azoknak ez a vektor struktúra meglehetősen gusztustalannak tűnhet. Például miért van globális függvény, de leginkább azért, mert teljesen különböző fogalmat, három különböző fogalmat, ugye vektor, pont és szint erőltettem be egyetlen egy struktúrába. Ez ellent mond a szép objektumorientáltságnak. Ráadásul, emiatt, mert beleerőltettem ezt a három dolgot, még arra is figyelni kell a programozónak, tehát annak, aki ezt az osztályt használja, hogy mi a adott objektum szemantikai jelentése, tehát ő pont-e, vektor-e vagy színe, mert ettől függően a felsorolt műveletek közül mást és mást lehet alkalmazni. Ugye, aki kellően objektumorientált úgy jött a világra, az ehelyett csinálna három különböző osztályt, és az operátor overloadokban, meg a függvény parametrizálásban, meg a visszatérés értékben belekódolná, hogy arra az adott osztályra mik az értelmes műveletek. Nem akarok semmi jónak az elnyomtója lenni, menjenek haza, csinálják meg. Az a baj, hogy elég sok kombináció van. Tehát egyáltalán nem áttekinthető, egyáltalán nem egyszerű, ráadásul ugyanazt a dolgot, hogy például két vektort hogy adjuk össze, akkor innentől kezdve, mit tudom én, 6-szor implementálni kell. Ez az egyik oka annak, hogy ezt a hát objektumorientált szempontból meglehetősen csúnya megoldást használjuk, ennél van egy erősebb ok is. Ugye GLSL-be fogjuk az árnyaló processzorokat programozni. Ugye a GLSL nyelven ez egy beépített típus, olyan, mint mondjuk, hogyha C-ben az int mellett még lenne ilyen, hogy VEC3, és pontosan így vannak implementálva a műveletek. Tehát nincs külön a GLSL-ben pont vektor szín, hanem van egy VEC3, amivel mind a hármat jellemezni kell. Ugyan ez a vektorosztály a C++-ban megírt CPU programunkat célozza meg, tehát erre is azt mondom, hogy szokjuk majd a GLSL programozáshoz, ahol ugyanígy fog ez kinézni. Jó, tartsunk szünetet. Jó, folytassuk akkor. Tehát vannak pontjaink, akiket számpárokkal vagy számhármasokkal azonosítani lehet egy koordináta rendszer fölvétele után. Nyilván véges számú ilyen pontot lehet kijelölni, mert hát csak véges memóriánk, meg véges időnk van. Ezekből kellene alakzatokat, végtelen sok pontból álló alakzatot előállítani. Mit használhatunk föl? Ugye mit tanultunk idáig? Hát azt tanultuk idáig, hogy a pontokból vektorokat lehet számolni, melyik az a vektor, ami egyik pontot eltolja a másikba, ugye, mint két pont különbsége ez előáll. Ha van vektorunk, akkor pedig kérdezhetünk olyan dolgot, hogy mi ennek a vektornak a hossza, lényegében mi a eredeti két pont távolsága, vagy vektorok merőlegesek egymásra, skalár szorzatuk nulla-e, vagy párhuzamosak egymással, vektoris szorzatuk nulla-e. Ez az egyik készlet, amit felhasználhatunk alakzatok előállítására, a másik készlet pedig a kombináció, tehát amikor is van véges számú pontunk, és súlyokat helyezünk el, és ebből szeretnénk újat legyártani. Ugye ez van összességében a tarsolyunkban, tehát ugye a vektor hossza, merőlegesség, párhuzamosság, kombináció, amivel ugye alakzatok előállítandók. Nézzük először a kombináció felhasználását, a szakasz vagy az egyenes előállítására. Ugye az első kérdés az, hogy hogyan is kell kiszámolni a súlypontot. Tehát, hogyha van egy pontrendszerem, az R-i helyvektorú pontban M-i súlyt helyezek el, most megengedjük, hogy akár negatív is legyen, akkor hol van ennek a rendszernek a súlypontja? Ugye tudjuk
fizikából, meg hát tapasztalatból is, hogy mi a súlypontnak a definíciója. A súlypontnak a definíciója az, hogyha én ott megfogom, akkor a rendszer egyensúlyban marad, akkor is, hogyha azt elforgatom, akkor is egyensúlyban marad. Egyébként azt, hogy én elforgatom, azt úgy is el lehet képzelni, hogy a rendszerhez nem nyúlok, csak mondjuk a nehézségi erőteret, azt változtatom. E körül ennek ellenére a rendszer nem mozdul ki az eredeti állapotából. Ugye akkor nem mozdul ki, hogyha a forgatónyomaték nulla, tehát hogyha fizikából érkeznénk ide, akkor azt mondanánk, hogy írjuk föl erre az R pontra, amikor ezek után a tömegközéppont, vagy súlypontja lesz a rendszernek, írjuk föl erre az R pontra a forgatónyomatékot egy G nehézségi erőtérben, ugye a forgatónyomaték képlete ez, ugye ennek nullának kell lenni akármilyen irányú G esetén, ugye ez akkor nulla akármilyen G esetén, hogyha ez nulla, akkor abból ugye a jól ismert tömegközéppont vagy súlypont képlet előállítható. Tehát vennünk kell a pontokat, ahová súlyokat helyeztünk el, a súlyok helyvektorait meg kell szoroznunk az oda elhelyezett súlyokkal, és el kell osztanunk az összsúlyjal, ugye ez egy vektort fog eredményezni, ez lesz a tömegközéppont helyvektora. No, alkalmazzuk ezt egy szakasz vagy egy egyenes előállításához. Tehát vegyünk föl két pontot, ugye az első pontnak a dk-t koordinátája x1, x2, a másik dk-t koordinátája x2, y2, és ide m1, ide pedig m2 súlyt fogok elhelyezni. Ugye látszik a képletben, hogy el kell osztani az össúlyjal, ugye az osztás egy elég gusztustalan művelet, tehát szeretek ettől megszabadulni, amit megtehetek minden olyan esetben, hogyha az össúly azonosan egyenlő egyel, mert hát ugye egyel nem kell osztani. Tehát ahelyett, hogy ide m1 súlyt, ide pedig m2 súlyt tennénk, mondhatjuk azt is, hogy mondjuk a második pontba tegyek T súlyt, a első pontba pedig egy mínusz T súlyt. Ennek következtében az összsúly mindig egy, nem kell osztani. És akkor keletkezik egy mechanikai rendszer. A mechanikai rendszernek van egy súlypontja. Ugye két pont esetén hova kerülhet a súlypont? Hát hogyha a tömegek nem negatívak, akkor a közöttük levő szakaszra. Ha negatívak is lehetnek, akkor pedig az egész egyenest előállíthatjuk így. Ugye a súlypont képlete alapján akkor a tömegközéppont helye, xy dk-t koordinátája, most a súlyok jelen esetben a t függvényében, ugye úgy néz ki, hogy vesszük az első pontot, megszorozzuk az odapakolt súlyjal, az 1 minusz t, tehát x-ben is, meg y-ban is, meg vesszük a második pontot, megszorozzuk az odapakolt súlyjal t, x-ben és y-ban is, összegezzük, hát és elosztjuk az összsúlyjal, ami 1, tehát ez kimarad az egészből. Jó, és kész. Tehát két pont, x1, y1, y2, y2 alapján, egy szabad paraméter függvényében, ami a szabad paraméter azt jellemzi, hogy a 1 kg összes homokot hogyan osztottam szét a két pont között, ugye a második kapott t-t, az egyik pedig a maradékot. Ugye a t 0-1-ben szaladgálhat, akkor az m1, m2 nem negatív, akkor a szakaszt állítjuk elő, hogyha a t 1-nél nagyobb, az azt jelenti, hogy ide negatív súlyt pakolok, akkor a súlypont erre az oldalra rendül, hogyha t negatív, akkor ide pakolok negatív súlyt, tehát a súlypont ide kerül. Tehát ez a két egyenlet, ez, hogyha t 0-1-ben rohangálhat, akkor egy szakasznak a xy koordinátáját állítja elő, ha pedig akármilyen valós értéket fölvehet, akkor pedig egy egyenest. Ugye a x1 minusz x, vagy x2 minusz x1, y2 minusz y1, a két pont közötti vektor, az a egyenesnek az irányvektora. Ez mutatja meg, hogy ez az egyenes milyen irányban megy. Ezért gyakran ezt az egyenletet átrendezik úgy is, hogy ugye fölírják az első pontját, x1, y1, és akkor ugye az x2 minusz x1, meg y2 minusz y1-jel szorozzák a t-t, és ez a különbség pedig ugye az egyenesnek az irányvektora, ezt úgy is hívják, hogy az egyenes paraméteres vagy irányvektoros egyenlete. Ugye a t megint, hogyha t mínusz végtelen, plusz végtelen között bármit fölvehet, akkor ez egy egyenes, 0-1 között, akkor pedig egy szakasz.
Ugye az egyeneshez nem csak a kombináció útján juthatok el, hanem a vektor műveletek merőlegesség felhasználásával is. Tegyük meg, ugye, hogyha van egy pontunk az egyenesen, akkor az összes többi pont ezen ponthoz képest mindig ugyanabban az irányban van, ugye ezt az irányt jelöli ki az egyenes irányvektora. Csak más és más távolságra, ezt jelölte ki az előző képletben az a T-szorzó. Az, hogy minden további R pont ugyanabban az irányban van az R0-hoz képest, a síkon úgy is ki lehet fejezni, hogy minden további pont iránya az R0-hoz képest mindig merőleges egy fix irányjal, ezt a merőleges fix irányt az egyenes normál vektorának szokás nevezni. Tehát a normál vektor merőleges az egyenes irányvektorára. Merőlegesség. Vektor algebrában a merőlegesség definíciója skalárszorzás nulla. Tehát ezt a fogalmat, hogy az R-R0-nak merőlegesnek kell lenni a normál vektorra, lefordíthatjuk egyenletté, mert ugye két vektor akkor és csak akkor merőleges egymásra, a skalár szorzatuk nulla, tehát a normál vektornak meg az R-R0-nak a merőlegessége ezt az egyenletet jelenti. Fejtsük ki koordinátánként, hogyha az N-nek a két komponense XY komponense NX, NY, az R-nek a két komponense XY, az R0-nak X0, Y0, ugye a különbséget úgy képzünk, hogy koordinátánkénti különbséget, skalár szorzást pedig úgy végezzük, hogy a NX a X-szel, ami ebből jön, NY az Y-nal, ami ebből jön, és a szorzatokat össze kell adni, tehát most akkor skalár egyenletként fölírva az eredeti egyenletet, ehhez a formához jutunk. Ezt szokás átírni úgy, hogy az nx-et elnevezzük a-nak, az ny-t elnevezzük b-nek, az nx-er mínusz x0-t, ny-szor mínusz y0-t pedig c-nek. Ugye ez is az egyenesnek az egyenlete. Ezek különböző formában ugyanazt az egyenletet jelentik, amiben szerepel az xy pont, az r-nek a két Descartes koordinátája, és egy pont akkor ezek után akkor és csak akkor lesz rajta az egyenesen, hogyha a pont XY koordinátája ezeket az egyenleteket kielégíti. Egyébként érdemes volt ebből az irányból bevezetni azt, hogy az egyenes egyenlet egy lineáris egyenlet, mert így aztán innentől kezdve tudjuk, hogy mi az A és a B. Az egyenes normál vektorának két komponense. Tehát, hogyha látunk egy 3x plusz 5y plusz 8 egyenlő 0, akkor rögtön tudjuk, hogy ennek az egyenesnek mi a normál vektora, 3 és 8. A C pedig, ugye ezt mindjárt meg fogom mutatni, de azért rögtön látszik, a C pedig a egyenes és az origó közötti előjeles távolság, abban az esetben, hogyha a normál vektor egységvektor, tehát ennek is van jelentése. Jó, tehát az egyenes lineáris egyenlet XY koordinátára, AX plusz BY plusz C. A szor X, ez egy szorzás. B szer Y, ez is szorzás. Hát a C az önmagában áll, az nem szorzás, de hát rá lehet erőltetni azt, hogy ez egyszer C. És akkor három szorzatot összeadunk. Szorzatok összege az micsoda is tulajdonképpen? Hát az a skaláris szorzás éppen ilyen. Tehát ez az egyenlet, ez elképzelhető úgy, mint két háromdimenziós vektornak a skaláris szorzata. Az egyik háromdimenziós vektor xy1, a másik háromdimenziós vektor pedig az egyenes három paraméter. Kijön? Kijön. Jó ez nekünk? Hát persze, hogy jó. Majd látni fogjuk, hogy mennyire jó. Egyelőre fogadjuk el, hogy ez így van, mert algebrailag ez kijön. Tehát akkor el lehet azon filozofálni, hogy egy pont akkor van rajta az egyenesen, hogyha három dimenzióban gondolkozva a pont az merőleges az egyenesre, csak ugye a pont harmadik koordinátát egyre kell választani. Ennek ugyan semmi értelme nincsen elsőre, de algebrailag látszik, hogy ez kijön. Még egy pillanatra térjünk vissza ugye az eredeti egyenlethez. Ugye skalárszorzás egyrészt a merőlegességet jelenti abban az esetben, hogyha a skalárszorzás eredménye nulla. De a skalárszorzásnak van egy intuitív jelentése, a skalárszorzás egyik vektor vetülete a másik vektorra. Tehát az n szer r minusz r0 az tulajdonképpen az r minusz r0-nak a vetülete a normál vektorra, szorozva ugye a normál vektor hosszával.
Na most, hogy ezt az utóbbival ne kelljen foglalkozni, tegyük föl, hogy a normál vektorunk hossza 1. Ebben az esetben az n-szer r-r0 ténylegesen az r-r0 vetülete a normál vektor. Ami micsoda? Hát az r-nek a távolsága, előjeles távolsága az egyenestől. Tehát ez az egyenlet voltaképpen azt fejezi ki, hogy azon r pontok vannak rajta az egyenesen, akiknek a távolsága az egyenestől nulla. Ez triviális, de a megfigyelés mégis hasznos, mert ugye ez azt mondja, hogy ez az n-szer r-r0, ez kiértékelhető akár olyan r-ekre, olyan xy-dk-t koordinátájú pontokra is, amelyek nincsenek rajta az egyenesen. Amennyiben a pont azon az oldalon van, amerre a normál vektor mutat, akkor ez a skalárszorzás pozitív. Ha másik oldalon van, az eredmény negatív, ha pedig nulla, akkor éppen rajta van az egyenesen. Ezzel, tehát ezzel az n-szer r-r0 skalárszorzással osztályozhatom a pontokat. Az egyenes egyik oldalán van, másik oldalán van, vagy pontosan rajta van. Hát a sík ugyanez, csak egy dimenzióval magasabban. Ugye a síknak, hogyha van egy pontja, amit ismerünk, R0, ezt a sík helyvektorának nevezzük, és akkor tekintjük a síknek egy tetszőleges futópontját, akkor ugye a síkban levő összes vektornak, az R-R0-nak merőlegesnek kell lennie a sík normál vektorára. Két vektor akkor csak akkor merőleges, hogyha a skalárszorzatuk nulla. Fejezzük ki koordinátánként, ugye nx, y, nz a normál vektor három komponense, xy, z az r futópont három komponense, az r0 ugyanígy szétosztjuk háromra. Tehát ez a sík egyenlete, amit szokás átírni úgy, hogy az nx-et elnevezzük a-nak, az ny-t b-nek, az nz-t pedig c-nek, a d pedig megint egy előjeles távolság az origóhoz képest. Tehát a d tulajdonképpen a mínusz n-szer r0. Tehát a sík egyenlet egy lineáris egyenlet, egyetlen egy egyenleten van, és van benne három ismeretlen, az x, y, z, hát végtelen sok megoldása van, hát tényleg egy síknak végtelen sok pontja van. Ugye itt sem tudom leküzdeni azt az ellenállhatatlan vágyat, hogy írjuk föl eskaláris szorzásként, mert van három darab szorzat, meg a D önmagában áll, de oda passzintom mellé az egyest, akkor már négy darab szorzás összege, ami egyébként úgy néz ki, mint két négydimenziós vektor skaláris szorzata, és ennek a skaláris szorzásnak nullának kell lennie, és akkor kapom vissza pontosan a sík egyenletét. Ugye mellesleg az is igaz, amit két dimenzióban az egyenesre megállapítottunk. Ugye az látszik, hogy betűről betűre a sík egyenlete ugyanaz, ez úgynevezett implicit egyenlet ugyanaz, mint az egyenesre. Semmi különbség nincsen a kettő között. Hát csupán csak annyi, hogy a normál vektor itt két komponenssel, az R meg az R0 két komponense, két koordinátával szerepel, itt pedig hárommal. De amúgy egyébként a vektoriálisan írom föl, akkor még meg se lehet különböztetni egymástól. Ugye itt is igaz az, hogy ez az R-R0, ez egy előjeles távolság. Azt fejezi ki, hogyha egy tetszőleges R pontra alkalmazom, hogyha pozitív, akkor a sík egyik oldalán vagyok, ugye azon az oldalán, amerre a normál vektor mutat, hogyha negatív, másik oldalán vagyok, a nulla, akkor pedig éppen a síkon. No. Ragozzuk egy kicsit ezt a dolgot. Tehát két négydimenziós vektor skaláris szorzata egyenlő nulla, az megmondja nekem, hogy egy pont rajta van-e a síkon vagy sem, miután ugye a pont 3 dk-t koordinátáját egy egyessel ki kell egészíteni. Ugye ez azt jelenti, hogy az előzőleg kiszenvedett VEC 3 osztályom, ami implementálja a pontot, a vektort és a RGB szint, fölhasználható akár síkok jellemzésére is, és Jászni könnyedséggel megkérdezhetem az objektumaimtól, hogy a sík tartalmaz egy pontot vagy sem, vagy ugye egy síkhoz képest egy pont az egyik, másik oldalon van-e, tehát az előjel milyen. Abban az esetben, hogyha az XYZ mellé még hozzáveszek egy negyedik komponest, amit néha H-val, néha vevével szoktunk jelölni. Ugye GLSL-ben vevével jelöljük, matematikában, ugye ez a homogén koordinátákkal kapcsolatos, meg általában H-val. Tehát akkor most innentől kezdve VEC 4-ünk van.
a negyedik koordinátát valahogy kezelni kell. Hogyan? Hát ahhoz, hogy ez a dolog működjön, úgy kell a negyedik koordinátát fölvenni, hogy a pontok esetén a negyedik koordináta egy legyen. Hát a síknál ez nem kérdés, mert a síknak amúgy is négy paramétere van, A, B, C, D. Jó? És hogyha így járok el, akkor ez a dot, skalár szorzás, hát kiterjesztendő ugye a négy dimenzióra, tehát a x-et, x-el, y-t, y-nal, a z-t, a z-vel, vevét a vevével szorozzuk, összegezzük, ez alkalmas arra, hogy megmondja, hogy egy pont rajta van a síkon, egyik oldalon van, vagy másik oldalon van. Ugye a ponthoz egyet kell, negyedik koordinátát, a síknál pedig megvan a paraméter. Hogyan kezeljük a vektorokat? Hát azért a vektor műveletekre is alkalmasnak kell lennie ennek az egésznek, ha már mindent egybe zsúfoltunk. Hogyan kell kitölteni a negyedik paraméterét a vektornak? Hát ugye a vektorra is érvényes a dot, skaláris szorzás, mégpedig úgy, hogy x-et az x-el, y-t az y-nal, z-t az z-vel, és ott nincs semmi. Tehát ugye a vektornál ez akkor marad érvényben, hogyha a vektorokra dupla v nulla. Így kell beállítani. Síknál egy, vektoroknál nulla, bocsánat, pontnál egy, vektoroknál nulla, síknál pedig hát a d. És a színeknél is ugye hozzávehetek az RGB-hez még valamit, tipikusan a szín opacitását, ugye a sörös üveg átlátszatlanságát szokták használni. Az érdekesség az, hogyha így járunk el, akkor az összes többi művelet automatikusan érvényben marad, sőt még azt is megmutatja, hogy az a művelet érvényese vagy sem. Nézzük. Például összeadás. Van értelme két vektort összeadni, és két vektor összege nulla. Hogyha a két komponens, két vek4 az vektor, akkor az ő vevéjük nulla. Nulla meg nulla, az tényleg vektor. Jó? Van értelme egy vektort és egy pontot összeadni. Ugye a pontot eltoljuk a vektorra, az eredménye egy pont. Ugye a vektornál nulla, a pontnál egy, nulla meg egy az egy, az eredmény pont. Tényleg. Van értelme... Minek van értelme? Nincs értelme két pontot összeadni. Ugye egy meg egy az kettő. Ugye az értelmetlen. De van értelme két pontot kivonni. Ugye az a vektor, ami az egyiket eltolja a másikba. Tehát egy mínusz egy az tényleg nulla. Van értelme egy pontból egy vektort kivonni, az egy pont. Ugye egy mínusz nulla az egy, ez is stimmel. És van értelme két vektort kivonni, nulla mínusz nulla, az is stimmel. A vek4 struktúrát öleljük keblünkre, mert a fél év során ez lesz nekünk az a struktúra, ami implementálja a vektor euklidészi, sőt, és a projektív geometria algebráját. Ez a vek4 az, amit egyrészt a GPU, mint alapelemet tárol, tehát a GPU-n egy regiszter 128 bit, és 4 darab floatot képes magába tárolni. Nem véletlenül. Sőt, ugye a CPU-n is, ugye ez annyira fontos dolog, hogy a CPU gyártók is külön utasítás készletet találtak ki az ilyen vek4-ek végrehajtására. Ugye az Intel processzoroknál ezt úgy hívják, hogy SSE, manapság AVX, az kicsit fölturbózott változata, de a régi az SSE, ugye SSE Streamed SIMD Extension, a SIMD meg Single Instruction Multiple Data. Tehát egy vektor operáció, ami annyit jelent, hogy egy műveletet párhuzamosan 4 adatra hajt végre. Ugye az AMD processzoroknál, persze most már megvették őket, de ugyanezt az utasítás készletet úgy hívták, hogy 3D NO, ami azért még inkább utal arra, hogy ezt elsősorban ugye háromdimenziós grafikába lehet rendesen kihasználni. Mert nálunk minden vek4. Ugye egy háromdimenziós pont, az egy négyelemű vektor, egy szín, ugye opacitással együtt az is egy négyelemű vektor. Na mutatok egy példát. Ugye nem fogjuk most akkor SSE-ben az összes műveletet implementálni. Egyébként aki szeret assembly-be programozni, annak ez egy érdekes új gyakorlat. Csak egyet
hogy mégis hogy kell ezt az egészet elképzelni. Tehát az operátor pluszt nem így adjuk meg, hanem úgy, hogy egy gépi utasítással adjuk össze a négy flótot, ugye amikor véletlenül az négyszer olyan gyors legyen, gyors, mint hogyha egy műveletben csinálnánk. Na, operátor plusz, megkapja, ugye a baloldali objektumnak a kezdőcíme itt van, az X-nek a kezdőcíme, itt négy darab float, 4x32128 bit, ott szépen benne van a négy koordináta. Megkapjuk ugye a jobboldali plusz operátor jobboldalán álló operandust, ugye ez is egy VEC 4, ő is 128 bit, referencia szerint. A két 128 bitből kellene egy összeget képezni, de nem úgy, hogy két 128 bites adatot összeadok, hanem az első 32 bitet egy lebegőpontos számnak tekintem, mind a két vektorból, azokat külön összeadom, második 32 bitet is, harmadikat, negyediket is. Na hát először is, hát egy kis assembly programozás, Intel Assembly, ugye címregiszterek, a Source Index Register, meg Destination Index Register, tehát először ezeket töltjük föl, aztán a címregiszterek alapján majd indirekt címzéssel be fogjuk hozni a memóriából a két operandust. Tehát ugye a baloldali objektum memóriából itt kezdődik, adatait tekintve, tehát ugye az SI az a disk lesz, a jobboldali objektum referencia szerint adtam át, pedig a V, az berakom a másik címregiszterbe. Most jön az adatmozgatás, tehát indirekt címzés arról a címről, amit az SI megcímzett, az a DIS, ő. Mozgass 128 bitet a lebegőpontos koprocesszor nullás regiszterébe. A lebegőpontos koprocesszornak 8 ilyen regisztere van. Egyébként, ami stackként is megcímezhető, meg úgy is, hogy 0, 1, 2, 3 és 7. Tehát 128 bit bement az XMM nullába. Aztán újabb 128 bit bemegy az XMM 1-be, amit az EDI címez meg, az EDI-ben a V-nek a címe van, tehát a plusz operátor jobb oldalán álló dolog. És akkor a piros a lényeg, ATPS, ez egy SSE utasítás, 228 bites adatot úgy adja össze, hogy mint 432 bites különálló flótot. Egy utasítás, négy adatot. Az eredmény az XMM nullába keletkezik, ugye ezt átmásoljuk a RES-be, ugye ez egy belső regiszter, és akkor annak a címét fogja ez visszaadni. Ha még egy apróság, ez már annyira nem érdekes, ugye itt move upsal, itt meg apsal mozgattam, a különbség az, hogy az apsnál biztosak lehetünk abba, hogy a cím, az a memória cím, amire másolunk, az 16-tal osztható, mert elkövettem ezt a deklarációt, azaz a 128 bit egyetlen egy busziklussal kivihető. Itt pedig, ugye nem tudom, hogy ez a disz történetesen milyen memória címre mutat 16-tal osztható vagy nem, és azt se tudom, hogy amikor átadták, az éppen hova került. Tehát itt egy olyan mozgató utasítást kell használni, ami két buszciklussal olvas be, abban az esetben, hogyha nem ilyen szerencsésen van a memóriában az adat. De a lényeg ez, egy összeadás utasítás négy különálló párhuzamos összeadást jelent. A GPU-ban egyébként minden ilyen, csak adott esetben nem négy adaton lehet megcsinálni, hanem több ezren. Jó. Na hát, akkor egyenesünk már van, meg síkunk is van. Nézzük definiált alakzatokat, kört. Az egyenesnek akkor létrehoztunk paraméteres egyenletét, meg implicit egyenletét. Ugye a paraméteres egyenletben volt egy független paraméter, ez a T, amelyik ugye a súlyt reprezentálta, és akkor ezt szabadon megválaszthattam egy adott intervallumban, és előálltak a szakasz vagy az egyenesen pontjai. Az implicit egyenletben meg egy feltételt fogalmaztam meg az XY-ra, és azt mondtam, hogy hát azok pontok vannak rajta az egyenesen, ahol a XY kielégíti ezt az egyenletet. A körnél is megvan ez a szabadságom, tehát kitalálhatok implicit egyenletet is, meg paraméteres egyenletet is. Ugye a körnek van geometriai definíciója. Ezt a geometriai definíciót kell lefordítani vektoralgebrává. A definíció úgy szól, azon pontok mértani helye vagy halmaza, akik a C
CX, CY, Descartes koordinátájú ponttól éppen R távolságra vannak. No. Tehát egy pont akkor lehet rajta a körön, hogyha képezzük a két pont, az R és a középpont különbségét, az egy vektor. A vektor abszolút értéke a két pont távolsága, és annak egyenlőnek kell lenni a körsugarával. Lefordítottam azt, ami itten magyarul le volt írva, geometriai le volt írva, vektor algebrává. Ez a kör egyenlete. Amit szokás átalakítani, mert ugye mind a két oldal nem negatív, de ebben a abszolút értékben nézetgyök van, a nézetgyököt meg nem szeretem, ezért mind a két oldalt nézetre emelhetem, ugye ez egy ekvivalens átalakítás, és a nézetgyöktől megszabadultam, R minusz C a nézeten egyenlő R nézet, ugye a skaláris szorzás önmagunkkal az azt jelenti, hogy X minusz CX a nézeten meg Y minusz CY a nézeten, tehát így akkor ki is fejezhettük viszonylag szép alakban a Descartes koordinát alapján. Ez persze könnyökükön jön ki, csak akkor most akkurátusan végigvezettük, hogy ezt így kell csinálni. Mellesleg ez is többet tud, mint pusztán megmondani, hogy mely pontok vannak rajta a körön. Ugye, ha egy olyan pontra alkalmazzuk ezt a kifejezést, mondjuk az R négyzetet vigyük át a másik oldalra, tehát mínusz R négyzet egyenlő nulla, amely nincs rajta a körön, hogyha körön kívül vagyok, akkor az eredmény pozitív, ha körön vagyok nulla, körön belül vagyok negatív. Tehát ez is megkülönbözteti a külső-belső tartományt. Paraméteres egyenlet. Ugye amikor egy szabad paraméterem van, hát hogyan lehet a körnek szabad paraméter alapján az egyenletét előállítani? Hát a színuszt, koszinuszt erre találták ki. Ugye a színusznak, a koszinusznak a definíciója a következő. Vegyünk egy egységvektort, forgassuk el fi szöggel, akkor a elforgatott vektor első komponense a szög koszinusza, a második pedig a szög színusza. Ez a színusz-koszinusz függvény definíciója. Ezzel nem kell vitatkozni, mert így definiálták. De hogyha a körünk nem egység sugarú, hanem R-sugarú, akkor skálázzuk fel az egészet, és hogyha a körünk középpontja nem az origó, hanem a CX-CY pont, akkor toljuk el, és akkor tényleg kapunk két függvényt, amiben a fi a szabad paraméter, amely ugye a fi függvényében előállít olyan XY szám párokat, amelyek rajta vannak a körön. Tehát ha például kört akarok rajzolni, akkor írok egy for ciklust, fi egyenlő nullától 6,24-ig, mondjuk 0,01 lépésben, radiánba kell megadni a mat.h-ba szereplő színusz meg koszinusznak a szöget. Kiértékeljük, kapunk egy XY párt, illetve ezekből 628 darabot, és akkor ezek szépen rajta vannak a körön. Ezt elhitték? Nem igaz. Hol lesznek ezek rajta a körön? Hát kezdjük azzal, hogy ugye, amikor matematikáról beszéltek, akkor vannak egész számok, vannak valós számok. Amikor a programozásról beszéltek, akkor van int, meg double, nekünk float. És gyakran ilyen kapcsolatot teremtettek, hogy hát az int az egész számok, a valós számok pedig a double, float. Semmi sem lehet ettől messzebb. Ez abszolút hülyeség. Hát egyrészt már maga az int, mint adattípus, ez nem képes akármilyen egész számot leírni, csak hát a plusz 2 milliárd, meg mínusz 2 milliárd közötti, azokon kívül nem. De igazából a nagyobbik probléma a lebegő pontos számokkal és a valós számokkal van. Hát ugye a lebegő pontos számok azok kettes számrendszerben véges törtet jelentenek, tehát például az irracionális számok garantáltan egyike sem adható meg ilyen formában. A színusz, koszinusz pedig transzcendens függvény, tehát a nullát kivéve nem is nagyon tudnék mondani olyan racionális számot, amire a színusz vagy a koszinusz racionális eredményt ad. Tehát ezeket garantáltan nem lehet számítógépen kiszámolni. Tehát ha ezt használom, akkor kapok pontokat persze, amik vélhetőleg nem lehetnek olyan nagyon messze a színusz a körtől, de garantáltan nincsenek rajta.
Ha tényleg olyan pontokat szeretnék, amelyek rajta vannak a körön, akkor másfajta paraméterezés kell, ugye mutatok egy másikat, olyan paraméterezés kell, ez ugye racionális megközelítésnek, ami csak a négy alapműveletet használja. De nincs benne ilyen, hogy színusz meg koszínusz. Négy alapműveletet, mert azt elvileg, hát persze adott tartományon belül, de lehetőségem van exaktul kiszámolni. Na hát egy ilyen másik paraméterezés a következő. Tehát tételezzük föl az egyszerűség kedvéért, hogy a körünk a középpontja az origó, aztán majd eltoljuk a végén, hogy általános legyen, de a rajz az úgy készült, hogy a kör középpontja az origó, sugara R. Ide a jobb oldalára a körnek húzok egy egyenest, függőleges egyenest, és ezt az egyenest paraméterezem T-vel, ugye a T azt fejezi ki, hogy a piros pont, ami szalad az egyenesen, milyen távolságra van az X-tengelytől. Tehát a T, hogyha így megyek, akkor pozitív, és egyre nő, hogyha így lefelé megyek, akkor negatív, és egyre csökken. Jó? A T mínusz végtelen és végtelen között van, akkor előállíthatom ezen a függőleges egyenesen az összes pontot. Na ebből úgy lesz körpont, hogy veszem a piros pontot, összekötöm egy egyenessel a körnek a másik végét, tehát ahol az X tengelyt másik helyen metszi a kör, és ez a egyenes valahol metszi a kört, ezt a pontot ki lehet számolni, így házi feladat bebizonyítani, hogyha most akkor ezt szépen megcsinálják, akkor tényleg ez jön ki. Egyébként azt nagyon könnyen lehet ellenőrizni, hogy ez tényleg teljesíti a körnek az egyenletét. És akkor a T függvényében ugye előáll a sárga pont, ezzel a képlettel ezek tényleg rajta lesznek. Mire jó? Hát az egész fél évre jó ez, mert mit mondtam, nem magyarul fogok beszélni, hanem vektoralgebrául a előadások nagy részében, de már előre is egy-két példát azért szeretnék mutatni, hogy mire lehet ezt az egészet kihasználni. Nem feleslegesen szenvedtünk itt a vektorműveletek bevezetésével. Ugye emlékezzünk vissza arra, hogy a kétdimenziós grafika voltak éppen egyszerű tartalmazás teszté egyszerűsödik. Ugye, pixel középpontját át kell vetíteni a világba, ez egy egyszerű lineáris leképzés, és akkor a világba pedig megnézzük, hogy ez a pont melyik objektumnak a része. Ugye, az objektumoknak van egy prioritású, ugye a legnagyobb prioritású objektum, ami tartalmaz ezt a pontot, ennek a színe fog beíródni a pixelbe. Ennyi a kétdimenziós képszintézés. Tehát csak azt kell eldönteni, hogy egy tetszőleges alakzatnak melyek a pontjai, vagy ugye megfordítva mondok egy pontot, és egy tetszőleges alakzat, akkor most tartalmazza ezt a pontot, vagy sem. Ez a tartalmazás teszt. Ugye a tartalmazás teszt elkészítéséhez vennünk kell az objektumnak a geometriai definícióját, ami persze mondjuk magyarul meg van fogalmazva, és ezt le kell fordítani vektoralgebrával. Ha le van fordítva vektoralgebrával, akkor ezt programmal ki lehet számolni. Példa. Egy ellipszis, akármilyen ellipszis, tehát nem feltétlen ilyen koordináta tengelyekkel párhuzamos tengelyű, tehát akármilyen helyű, orientáció ellipszisre, hogyan lehet eldönteni, hogy egy pont tartalmazza-e vagy sem. Hát induljunk ki a definícióból, hogy egy ellipszis lemez, tehát most akkor a belső pontok is érdekesek, nem csak a kör, azon pontok mértani helye vagy halmaza, akik a F1, F2 fókuszpontból való távolság összeg egy adott értéknél, ezt jelöljük C-nél kisebb. Jó, geometri definíció, fordítsuk le. Pontok. Ugye VEC4-en van, nekem most kétdimenziós pontra van szükségem, XY számpárokra, tehát az Z-t meg a V-t valahogy ki kell tölteni, ugye két dimenzióban vagyok a háromdimenziós térből, tehát a Z az legyen nulla, és mivel pontról van szó, a VV az legyen egy. F1, F2 pontokból ezek is pontok, tehát a Z egyenlő nulla, a VV egyenlő egy. A távolság pedig C-nél kisebb, na hát akkor ugye az in ellipsz, akkor megkapja az R pontot, akiről döntenie kell, hogy az benne van-e az ellipszisben, vagy sem, meg megkapja az ellipszis paramétereit F1, F2, C. Ugye F1, F2 ezek VEC4-ek, meg a pont is VEC4. Tehát a R és az F1 távolsága van két ponton, a különbségük egy vektor,
A vektornak a hossza a két vektornak a két pontnak a távolsága. Meg ugyanez a másik pontra, annak kisebbnek kell lenni célnak. Kész. Ennyi. Másik parabola, lemez, most is, hogy ne csak a határt, hanem ugye a belső tartományt is tekintsük. Megint nem csak az a x négyzetre kell gondolni, hanem akármire. Tehát itt a koordináta rendszerem, a parabolám lehet ez is. Akárhol lehet, akármilyen orientáció. Van neki egy geometriai definíció, le kell fordítani a vektoralgebrával, azt implementálni kell. Ott a vek négyem, ami ezt megcsinálja. Parabola lemez azon R pontok mértani helye, amelyek az F fókuszponthoz közelebb vannak, mint a P ponton átmenő N normál vektorú egyeneshez képest. Tehát ugye ez a parabola definíciója, van egy F pontunk, a fókuszpont. Ugye a határa, a parabola határára ez a két dolog megegyezik, tehát az egyenestől való távolság és a fókuszponttól való távolság az egyezik, ahol a fókuszponttól való távolság kisebb, ez a parabola levez, ahol nagyobb, az meg nem tartozik a parabolához. Tehát egy pont, belső pont, hogyha a fókuszponthoz közelebb van, mint az egyeneshez. Jó, tehát R pont, Z egyenlő 0, vevé 1. Fókuszpont, az is pont, Z egyenlő 0, vevé 1. A P ponton átmenő, ugye ezt az egyenest is meg kell mondani, tehát ennek van egy P pontja, meg van egy normál vektora, itt a normál vektor. A P pont is pont, Z egyenlő 0, vevé 1. Az N normál vektor viszont vektor, tehát Z egyenlő 0, vevé egyenlő 0. Ugye a vektoroknak a negyedik komponense 0. Na hát int parabola, az R pontot vizsgáljuk, és akkor a parabola definíciójához kell a fókuszpont, meg az egyenes. Az egyenes egy helyvektora, meg egy, bocsánat, egy pontja, meg egy irányvektora által meghatározott. Jó. Ki kell számolnom a fókuszponttól való távolságot, tehát ez ugyanaz, mint az előbb. Tehát az R minusz F, két pont különbség az egy vektor, annak a hossza az a távolság. Meg ki kell számolnom egy egyenestől való távolságot. Na most ugye az egyenestől való távolság pedig micsoda, ugye a normál vektorra rávetítem az R minusz R nullt, ugye az lesz a távolság abban az esetben, hogyha a normál vektor egységvektor, tehát ugye a normál vektorból először csinálunk egy egységvektort, úgyhogy elosztjuk a normál vektor abszolút értékével, akkor előáll egy egyenes, ugye az egyenesnek a, hát ugye ez a harmadik komponens nulla most, de Z egyenlő nulla, mert a kétdimenziós síkon vagyunk, ugye a egyenesnek az első két paramétere a normál vektor, a harmadik paraméter, tehát A, B, C-re kell gondolni, hogy az első két paramétere a normál vektor, a harmadik, illetve most ugye a negyedik, mert az Z egyenlő nulla miatt a vevé eltolódott, ugye a negyedik paraméter pedig, hát azt fejezi ki, hogy hát ez a n-szer mínusz R0, ez éppen milyen értéket vesz föl a egyenes egyenletéből, tehát fölveszünk most egy vek négyet, ami akkor ezek után egy vonalat is jelenthet, és behelyettesítünk az egyenes egyenletébe, ugye ez az n-szer R minusz R0-ba, amiről tudjuk azt, hogy nulla akkor, hogyha éppen az egyenesen vagyunk, különben pedig egy előjeles távolságot fejez ki, előjeles, mert ha normál vektor irányába vagyok, akkor pozitív, ellenkező irányba pedig negatív. Ugye nekünk most nem előjeles, hanem rendes távolságra van szükségünk, tehát vesszük az abszolút értékét ennek, és hát ezt kell összehasonlítani a fókuszpont és hát, nem tudom, akármelyik pont távolságával. Jó, három sor, ugye összvisz. Egy vek négyen volt, mindent el lehetett intézni vele. Na még ez nagyon gyorsan. Akármilyen konvex poligon két dimenzióban, konvex poliéder három dimenzióban, hogyan tudom eldönteni, hogy egy pont belül van-e? Például egy háromszögnél ugye
múltkor a tetőt, piros tetőt mutattam, ugye a piros tetőnél, hogy lehet megmondani, hogy a pont belül van-e a piros tetőn, vagy sem. Hát ugye bármilyen konvex alakzat, beszéljünk a térről, tehát konvex poliéder, az előállítható úgy, mint félsíkoknak a metszete. Tehát egyrészt ahhoz, hogy egy pont belül legyen, ahhoz szükséges feltétel az, hogyha ugye veszek egy síkot, ami a teret két részre osztja, ugye ez a sík a poliéderünk egy lapjára illeszkedik, a szükséges feltétel az, hogy a pont a jó oldalon legyen, hogyha úgy adjuk meg ezeket a síkokat, hogy a normál vektoruk mindig kifelé mutat, akkor ez az n-szer r-r0, tehát a sík egyenletét alkalmazva a pontra negatív számot kell kapni, mert akkor van ugye a belső oldalon, vagy pozitívot, akkor van a külső oldalon. Ez egy szükséges feltétel. Ezt a szükséges feltételt ugye minden oldalra ellenőrizni kell, így aztán ugye levagdossuk azokat a részeket a térből, amelyek a külső tartománynak megfelelnek, és hogyha az összes ilyet levagdossuk, akkor már csak az marad, ami maga a poliéder, így a sok szükséges feltétel összességében elégségessé avanzsál. Tehát ha mindegyik oldal síkra nézve az egészet, a pont a jó oldalon van, akkor az a poliéder belsejében van. Jó. Akkor most ugye az int-poli függvény megkapja ezt az R-t, és megkapja a síkokat, ugye minden sík egy vek 4, amely a poliédert határolja, végig megyünk az összes síkon, és mindegyik síkra, hát a pontot behelyettesítjük a sík egyenletébe. A sík egyenlete pedig egy skaláris szorzás, egy négydimenziós skaláris szorzás, ugye a dot, a vek 4-nek a dotja ez pontosan ezt csinálja, és hogyha valamikor pozitív, akkor rossz oldalon van, kilépünk false-zal, egyébként, hogyha mindegyiknél negatív, mindegyiknél jó oldalon van, akkor végül belül van és elfogadható. Jó, köszönöm a figyelmet. Jó estét kívánok! Még mindig mesélgetek, ugye a mese úgy kezdődött, hogy szó volt különféle geometriákról, aztán áttértünk az euklideszi geometria analitikus változatára, aminek az a lényege, hogy mindent számmal akarunk csinálni, pontosabban csináltatni a számítógéppel, aki nem képes másra, csak számokkal műveleteket végezni és formulákat kiértékelni. Tehát erre a nyelvezetre kell lefordítani a geometriai koncepciókat. Ugye a lefordítás voltaképpen a vektoralgebra lett, átismételtük ugye a vektoralgebra alapvető szabályait, és implementáltunk is egy megfelelő osztályt, ugye a VEC3-at, a vektoralgebra műveleteit megfelelő módon megvalósítja. Ugye a VEC4 az tud ábrázolni kétdimenziós, háromdimenziós vektorokat, pontokat, sőt síkokat is, meg egyeneseket is, ha a megfelelő műveleteket hajtjuk rá végre. Ugye azt is beláttuk, hogy milyen jó dolog, ha a háromdimenziós térben fölveszünk egy negyedik koordinátát, mert akkor ugye a síkokat is jellemezhetjük négy paraméterrel, és egy egyszerű négydimenziós skalárszorzás megmondja azt, hogy egy pont, amennyiben a pont dékát koordinátáit egy egyessel egészítjük ki, megmondja, hogy ez a pont rajta van-e a síkon, a sík egyik oldalán, vagy a másik oldalán van, ugye akkor van rajta a síkon, hogyha a skalárszorzás nulla, négydimenziós skalárszorzás nulla, pozitív vagy negatív egyik vagy a másik oldalon van, sőt, hogyha a sík normál vektora egységhosszú, akkor ez egy előjeles távolságot jelent. Tehát egy egyszerű dot, az megmondja nekem a síktól való távolságot, ugye háromdimenzióban, vagy pedig az egyenestől való távolságot kétdimenzióban. Ugye az alakzatok ponthalmazok, egy halmaz meg azzal jellemzünk, hogy föltesszük azt a kérdést, hogy vajon egy dolog eleme ennek a halmaznak vagy sem. Ugye ezt hívtuk tartalmazás tesznek, és azt is láttuk, hogy a számítógépes grafika, mondjuk kétdimenziós számítógépes grafika, az lényegi tekintve egy ilyen tartalmazás teszt megvalósítását jelenti. És múlt órán azzal fejeztük be, hogy hát néhány egyszerű alakzatra, akkor most
megcsináltuk ezt a tartalmazástesztet. Ugye a tartalmazásteszt analitikus geometriában egy képlet kiértékelését jelenti, program szintjén pedig hát egy olyan algoritmust, vagy egy olyan számítást, ami ezt a képletet felhasználva eldönti, hogy igen, benne van a pont, vagy nem, nincs benne. Ugye azokon a példákon mentünk végig, ugye ellipszis, az azon pontok halmaza, vagy mértani helye, akikre igaz az, hogy két fix ponttól való távolságösszegük az állandó, tehát az ellipszis lemez, tehát nem csak a határt, hanem ugye a belső pontokat is tekintjük pontjaira, az igaz, hogy a két fókuszponttól való távolság összeg ugye egy konstansnál kisebb, ezt pedig egy az egyben le lehet fordítani, hát képletre is, meg le lehet fordítani ugye C++ programra, miután a VEC4-re a műveleteket értelmeztük, ugye az R a pont helyvektora, amire vizsgáljuk azt, hogy ez belül van-e az ellipszison vagy sem. Ugye két vektor különbsége az, bocsánat, két pontnak a különbsége az a vektor, ami az egyik pontot eltolja a másikba. Ugye a vektorra van értelme megkérdezni, hogy annak mi a hossza, ez lesz a két a távolsága. Az R az F1-től mért távolságához hozzáadjuk az R az F2-től mért távolságát, akkor annak ugye egy adott ellipszise jellemző konstansnál kisebbnek kell lenni, hogyha ez igaz, akkor a pont része az ellipszisnek egyébként nem. Ugye ez akármilyen ellipszis lehet, tehát a két pontot nem feltétlenül úgy lehet csak fölvenni, hogy az összekötő egyenesük az párhuzamos lenne a koordináta tengelyekkel, bármilyen orientáció, bármilyen pozíciót elképzelhető. Ugye a másik példánk a parabola volt, vagy ennek a háromdimenziós átalakítása volt, aképpen pontosan ugyanez a program három dimenzióban is tökéletesen működik, csak akkor nem parabolánk, hanem paraboloidunk lesz. Ugye a parabola azon pontok mértani helye, amik egy tetszőleges egyenestől, meg egy tetszőleges ponttól úgy helyezkednek el, hogy ugyanolyan távolságuk van az egyenestől, mint a ponttól. Hogyha nem csak a parabola vagy paraboloid pontjait szeretnénk tekinteni, hanem azt a régiót is, amit ő kvázi körbevesz, akkor ugye az egyenlőség helyett kisebb-nagyobb relációt vizsgálunk. Ugye ez ki kell számolni egy egyenestől való távolságot, vagy háromdimenzióban egy síktól való távolságot. Hoppát, ez könnyű, csak be kell helyettesíteni a pontot az egyenes vagy a sík egyenletébe akkor, ha a egyenes vagy a sík normál vektor, a egységvektor. Ezért a normál vektort először is egységhosszúra változtatom, utána behelyettesítünk, ugye ez a dot, négydimenziós dot, a behelyettesítés, az R-t, a vizsgált pontot behelyettesítjük a egyenes vagy a sík egyenletébe, és hogyha az nagyobbnak mutatkozik, mint a pont és a fókuszpont távolsága, akkor ugye a parabolán vagy a paraboloid belsejében vagyunk. A másik Móriczka példa a konvex poligon, vagy 3D-ben a konvex poliéder. Ugye itt azt kell észrevenni, hogy egy konvex alakzat mindig kirakható úgy, mint félsíkoknak a metszete. Ugye a félsíkok pedig a oldalakra, vagy 3D-ben a lapokra illeszkednek. Ugye ez azt kell eldönteni, hogy egy félsík, vagy egy sík tekintetében az adott pont melyik oldalon van, azon az oldalon, ahol maga a konvex alakzat helyezkedik el, vagy a rossz oldalon. Hogyha feltételezzük azt, hogy a normál vektort mindig úgy adjuk meg, hogy az kifelé mutasson, akkor ugye ezek a pozitív pontok, tehát hogyha ezeket behelyettesítjük a egyenes vagy a sík egyenletében pozitív számokat kapunk, itt pedig negatív számokat, tehát ugye egyszerű behelyettesítés dot, az egyenes vagy a sík egyenletébe, megmondja előjelével, hogy ő melyik oldalon van. Hát hogyha már ezen elválasztó sík tekintetében is a rossz oldalon van a pontunk, akkor biztosan nem lehet a sokszög belsejében, vagy a poliéder belsejében, tehát akkor kiugrunk. Egyébként pedig szépen teszteljük az összes oldalt. Ugye minden ilyen tesztelés levág a külső részből egy darabot, és hogyha az összes teszten is átment, akkor csak az marad benn, amelyik a poligon vagy a poliéder maga. És akkor belül vagyunk. Persze ez az eljárás csak konvex alakzatokra megy. Mit csinálunk konkáv esetben? Hát elmondom, úgyis számtalanszor fogunk találkozni vele.
ugye egy konkáv esetnél azt kell fölismerni, azt a trivialitást kell fölismerni, hogy a státuszunk, ben vagyok, kim vagyok státusz, akkor változik, amikor átlépünk a határon. Tehát ha belül voltam és átlépek a határon, kívülre kerülök és fordítva. Tehát hogyha elindulok akármilyen úton is bóklászok a világban, és páratlan számú szor lépem el át a határt, akkor ellentétes státuszú régióban vagyok. A páros számú szor, akkor pedig ugyanolyan státuszú régióban vagyok, mint ahonnan elindultam. Na most már csak kell egy kályha, ugye, hogy mihez képest páratlan vagy páros számú átlépés fontos. Ugye mondjuk azt, hogy ha egyébként nem rendelkezünk ettől eltérően, akkor a végtelen az kívül van. És akkor ezek után akármilyen úton elmegyek egy pontból a végtelenbe, nyilván egy félegyenes mentén érdemes, de nem szükségképpen ez az egyetlen lehetőség. Elmegyek a pontból a végtelenbe, és leszámlálom, hogy hányszor léptem át a határt. A páratlan számúszor léptem át, akkor belül voltam, a páras számúszor, akkor kívül voltam az út kezdetén. Ez persze egy új dolog kell, a metszés számítás, amiről nem volt szó. Egyébként mi lesz a metszés számítás egyenlet megoldása? Mert ugye a metszéspont rajta van az alakzat határán, annak is van egy egyenlete, meg rajta van az úton is, annak is van az egy egyenlete, hogy ebből egy egyenletrendszer lesz, ezt fogjuk megoldani. Hogyha az egyenletrendszernek ugye páros számú gyöke van, akkor kint van a kezdőpont, egyébként pedig benn van. Jó, hát itt hagytuk abba. Tehát ugye a vektoroknak a alkalmazásával, tehát föl lehet építeni az alakzatokat. Ezzel egyébként nem érjük be, mert hát azért működtetni szeretnénk a virtuális világot, például mozgatni szeretnénk őket. Jó, de jó, hát a vektorok arra is jók, hogy mozgassuk a alakzatokat. Valóban, de azért ezzel még nem vagyunk teljes mértékben elégedettek, mert azért ez nagyon a korlátozott mozgás, ugye egy eltolás nem fogja semmiképpen megváltoztatni a alakzatunknak a méretét, sem az orientációját, tehát például a forgatást így nem lehet csinálni, már pedig erre is szükség van. Tehát kell más algebrai eszköz is, más algebrai eszköz pedig a mátrix lesz. Ez is jól ismert dolog. Igazából az a kérdés, hogy mire kell emlékezni a lineáris algebrából, nagyon kevésre, de arra kevésre pontosan. És nem azért, mert én ilyen gonosz vagyok, hanem azért, mert ugye a számítógéppel fognak társalogni, és ott nem lehet hablatyolni mellé beszélni, amit nem tudnak, azt a számítógép leveri önökön. Tehát mit kell tudni? Össze kell tudni szorozni két mátrixot, tehát például egy vektort, meg egy 2×2-es mátrixot, így fogjuk a pontjainkat mozgatni, tehát ugye két dimenzióban Descartes koordináták egy sorvektornak tekintendők, és akkor a művelet, a mozgatás pedig egy 2×2-es mátrixnak. Ugye matematikában talán jobban szerették a szorzandó vektort, itt oszlopvektornak a mátrix jobb oldalán elhelyezni. Mi inkább ezt preferáljuk, tehát a transformálandó vektor, a sorvektor és a mátrix bal oldalán van. Ennek egyik nagy előnye, hogyha egymás után több transformációt hajtok végre, akkor a transformációk, a mátrixok leírási sorrendje az megfelel a transformációk végrehajtási sorrendjével. Hogyha ugye oszlopvektorokkal dolgoznék, akkor fordítva kell olvasni, mint ugye az arab meg a héber írás. Mi nem ezt szoktunk. Tehát azt kell tudni, hogy ugye mikor lehet végrehajtani egy mátrixszorzást, és annak milyen tulajdonságai vannak. Asszociatív, disztributív, de nem kommutatív. Ugye egy ilyen művelet, ez nyilvánvaló, hogy az origót mindig helyben hagyja, mert hogyha ez is nulla, meg ez is nulla, tök mindegy, hogy mit írok a mátrixba, az eredmény nulla lesz. Hogy ezt a transformáció fix pontjának, vagy pivó pontjának szokás nevezni. Azt a pontot, amit a transformáció semmiképpen nem visz arra. Be fogjuk látni, tehát igazából így első ránézésre is elég triviális, hogy egy ilyen művelet, hogyha egy egyenes összes pontjára végrehajtom, akkor biztosan egy egyenesbe képződik le az eredeti egyenesünk, tehát, sőt, a párhuzamos egyenesekből is párhuzamos egyenes lesz. Még egy dologra kell emlékezni mátrix algebrából, pedig arra, hogyha van egy mátrixom, egy táblázatom, akkor ezeknek a számoknak mi az intuitív jelentése.
Ilyen matematikában általában ez úgy működött, hogy odaadottak önöknek egy mátrixot, 5, 6, 8, 10, és akkor kiszámolták a saját értékét, vagy a exponenciálisát, vagy SVD felbontását ennek a mátrixnak. Mi nem így gondolkozunk, hanem fordítva, mi dolgokat, transformációkat szeretnék mátrixokkal megcsinálni, tehát az a kérdés, hogyha mondjuk én szeretném elforgatni vagy nagyítani a mátrixot, akkor milyen számokat kell ide beírni erre a négy helyre, hogy ez a mátrixozás éppen azt a műveletet hajtsa végre. Ez pedig az a tudás kell, hogy ezek a számok mit is jelentenek, mi ez a négy szám. Nagyon egyszerű, ez a négy szám azt mondja meg, hogy mi történik a transformáció során a bázisvektorokkal, tehát az i egy nulladékát koordináltájú bázisvektorral, meg a j 0,1 dékát koordináltájú bázisvektorral, ami rögtön látszik, hogyha ide behelyettesítek egy nullát, elvégzem a mátrixozást, mi lesz az eredmény? Hát A1-1 meg A1-2. Tehát a 2x2-es mátrix első sora az az i bázisvektornak a képe. A 0-1-jel való szorzás pedig eredményül azt adja, hogy A2-1, A2-2, tehát a második sora ennek a mátrixnak a E bázisvektor transformáció által létrehozott képe. Használjuk ezt a tudást rögtön valami értelmes dologra. Például szeretnénk elforgatni a kétdimenziós világunkat fi szöggel, ugye a nulla körül, vagy ha úgy tetszik, az Z-tengely körül, melyik az a mátrix, ami megteszi nekünk ezt a szívességet. Ugye, hogy kell gondolkozni? Nézzük meg, hogy akkor a forgatás miképpen változtatja meg az I-J bázisvektort. Az első sorba beírjuk a megváltozott I-t, a másik sorba beírjuk a megváltozott J-t, és kész vagyunk. Na hát, forgassuk el akkor az I-t. Pi szöggel, derékszögű háromszög lesz, mellesleg ugye ez éppen a színusznak és a koszínusznak a definíciója, tehát hogyha egy egységvektort elforgatok pi szöggel, akkor definíciószerűen ennek az első koordinátája a szög koszínusza, a második koordinátája pedig a szög színusza. Tehát a transformációs mátrixunk első sora megvan, koszínusz fi, színusz fi. Ugye mi van a J-vel, tehát a J hova kerül, az is elforrok fi szöggel. Itt is van egy derékszögű háromszög, ez a befogó koszinusz fi, a másik pedig mínusz színusz fi, tehát ide a második sorban mínusz színusz fi, koszinusz fi írandó. Kész. Ezek után, hogyha azt a feladatot adom önöknek, hogy írják föl azt a mátrixot, ami mondjuk az Y-tengerre tükröz, vagy amelyik az origóra tükröz, vagy amelyik X irányba kétszeresen nyújt, Y irányba pedig háromszorosan, akkor ezt triviálisan meg tudják csinálni, megnézik, hogy az I-vel meg a J-vel mi történik ezen műveletek során. Még egyszer visszakanyarodva a origó, mint fixpont köré. Nyilvánvalóan a mátrixsal csak az origó körül lehet forgatni. Ugye, mert a mátrixozás az origót mindig helyben hagyja. Ugye a forgás pedig ugye azt a pontot, ami körül forgatunk, helyben hagyja. Mit tehetünk, hogyha nem az origó körül akarnánk forgatni? Hát akkor a művelet előtt el kell tolni ezt az egészet, tehát hogyha egy adott pont körül szeretnék forgatni, akkor alkalmazok egy eltolást, az eltolás egy vektor, ami az adott pontot betranszformálja az origóba. Végrehajtom a forgatást az origó körül, ezzel a mátrixsal, és akkor visszatolom az origót a adott fixpontba, és akkor az helybe fog maradni, ő fog helyben maradni. Jó, tehát összefoglalva, amit ugye mátrixokról ezen a szinten tudni kell. Tehát a mátrixokkal le lehet írni egy csomó transformációt, például skálázást, forgatást, Jó, ha már fölírtam, nem tudom, mennyi látszik belőle. Ugye itt mátrixokról volt szó, hogy mátrixok milyen remekül használhatók transformációra, más is használható transformációra a komplex szám. Ugye a komplex szám az tekintető egy pontnak,
komplex ám tekinthető egy vektornak, mert ugye egy pontot úgy tolunk el, hogy hozzáadunk egy másik komplex számot, és egy komplex ám tekinthető forgatva nyújtásnak is, amennyiben ugye két komplex számot összeszorozzuk azt a komplex számot, amit el akarunk forgatni, meg nyújtani, azzal, amelyik a forgatva nyújtást reprezentálja. Ugye gondoljunk csak a polár koordinátás alakra. Ez milyen szép. Amit ide fölírtam, ugye még szebb volna, hogyha ezt három dimenzióban is meg lehetne csinálni. Ugye három dimenzióban is a forgatás egy komplex számmal való szorzás lenne. Kérdés, tudják általánosítani a komplex számot három dimenzióban? Ezt kezdtem el, tehát akkor Z nyilván így csinálna az ember, hogy van egy reális része, és akkor most már két imaginárius része van, mert akkor lesz ugye három paraméter x, y, z benne. És ugye azt szeretném, hogy a szorzás az ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezzen, mint a forgatás. Ugye a háromdimenziós forgatások asszociatív műveletek, de nem kommutatív művelet. Tehát úgy kéne kitalálni a háromdimenziós komplex számot, hogy a forgatás az asszociatív legyen. Ugye, hogyha két ilyet összeszorzok, akkor a valós részek szorzódnak, ebből egy valós szám lesz, akkor ugye lesz benne olyan, hogy valós számszor i, meg valós számszor j, ezzel semmi baj nincsen, mert ez ugyanolyan formában van, mint az eredeti, de lesznek benne olyanok, hogy i négyzet szor valami szám, j négyzet szor valami szám, i szer j, meg j szer i. Ugye ezt nem vontam össze, mert nem kommutatív a forgatás, ugye három dimenzióban, ezek után a komplex számok szorzására sem kell előírni a kommutativitást. Ugye azt kéne kitalálni, hogy akkor hogyan válasszuk meg az i négyzetet, a j négyzetet, az i szerjét, meg a j szerjét ahhoz, hogy a szorzás kommutatív legyen, azaz például i szer j, i szer j, ugye áthelyezhetem a zárójeleket, ez megegyezzen ezzel. Gondolkozzanak el rajta. Akinek sikerül, az ne veregesse meg a vállát, hanem gondolkozzon el azon, hogy hol rontotta el. Akinek pedig nem sikerül, az próbálja meg ugyanezt négy dimenzióban. Öt dimenziónál hasonló a helyzet, hogy ha véletlenül sikerül, akkor nézzék meg, hogy mit csesztek el. De nyolc dimenzióban megint van esély, meg 16-ban is. Ezek, akkor legalább mesélek az utolsó izéről. Ugye ez egy példa, mégpedig olyan példa, amit a fóliák, a ezen fejezethez tartozó fóliák végén, mint feladatokat felsoroltam. Ezeknek a feladatoknak az a célja, hát ugye igazából az volna a cél, hogy megoldják, de hát nem akarok telhetetlen mélyecske lenni. Bőven elég, ha csak elgondolkoznak azon, hogy hogy kellene megoldani. Az egyik ez. Ugye vannak nehezebbek, ez mondjuk nehezebbnek számít, meg egy csomó olyan, aminek a megoldása annyiból áll, hogy végiglapozzák a fóliákat, mert a megoldás azért ott megtalálható. Annak semmi értelme nincsen, hogy megnézik, hogy máshogy oldotta volna meg, éppen ezért nem is adjuk közre a megoldásokat. Gondolkozzanak el rajta. Ez az egyik ilyen, hogyha már az érdekesebbek körül kell. Ja igen, a másik pedig, te tudom olvasni, ami a nehezebbek közé tartozik, bizonyítsák be azt az állítást, amit én még a legelső órán mondtam, hogy a fő görbületi irányok mindig egymásra merőlegesek. Ugye elvileg ehhez mindent tudnak, még annyit adnék hozzá, hogy a görbület egy görbe esetén az tulajdonképpen a második deriváltal egyezik meg, abban az esetben, hogyha az első derivált nulla. Tehát még ennyit kell hozzátenni. És akkor ezek után, ha tényleg be akarják ezt bizonyítani, akkor felület
fő görbületi iránya mi az, hogy felület? A felület egy két változós függvény, ahol xy a két változó, szabad változó, ugye itt az xy, és akkor ennek függvényében megmondja, hogy a felület ugye milyen magasan van az xy sík felett, ugye ez az z. Na, akkor válasszunk olyan függvényt, ahol az első derivált nulla, ugye a gradiens f egyenlő nulla, és akkor ebben a pontban nézzük meg a különböző irányokban a második deriváltat. Tehát akkor ki kell választani egy irányt, inkább így rajzolom, mert ugye az irány az most az xy síkban van. Ki kell választani egy irányt, és abban az irányban kiszámolni a második deriváltat. Nyilván ez az irány például parametrizálható egy szöggel, hogy az x-tengellyel milyen szöget zár be, akkor ez a második derivált, ez függvénye lesz ennek az alfának, azt kell megmutatni, hogyha a második deriváltnak ugye szélső értéke van, magyarán főgörbületi irány minimum vagy maximum, tehát ugye a derivált nulla, akkor ha alfához hozzáadunk 90 fokot, akkor ott is ilyen szélső érték lesz. A többi egész könnyű. Sötétben is gondolkozhatnak rajta. Na, én azt javaslom, hogy tartsunk most szünetet, akkor hogyan? Jó napot kívánok! Múltkor ott hagytuk abba, hogy a alakzatok, pontok transformációjához ugye felhasználhatjuk a vektorokat, vektor az egy eltalás, meg a mátrixokat is, és akkor ugye a mátrixokkal forgatni lehet, tükrözni lehet, az origóhoz képes skálázni lehet. De hát nem ez az egyetlen algebrai alternatíva a pontok, eltolások, transformációk megadására, hanem hát itt van nekünk a szépséges komplex szám is, mert valójában ugye egy komplex szám az tekinthető a sík egy pontjának, valós rész az x dékárt koordináta, imaginárius rész az y dékárt koordináta. Egy komplex szám tekinthető eltolásnak is, mert egy két komplex számot pontosan úgy adunk össze, ahogy egy pont és a rajta működő vektor dékárt koordinátáit össze kell adni, ugye külön-külön a két koordinátát. Sőt, és ez az igazi szépség vagy újdonság, egy komplex szám még forgatva nyújtás is, amennyiben a szorzás műveletét használjuk. Ezt onnan lehet látni, hogy képzeljük el az eredeti pontunkat, mint komplex számot polárkoordinátás alakban, és akkor szorozzuk meg egy másik komplex számmal, ugyancsak polárkoordinátás alakban fölírva, és hát elvégezve a szorzást, ugye azt kapjuk, hogy az abszolút értéke az eredeti komplex számunknak S-szeresére nő, a fázis szöge pedig C-vel változik, tehát hogyha a második komplex szám az egy S-szeresre nyújtó, C-vel elforgató transformáció, akkor a szorzás éppen ezt a transformációt megcsinálja. Ugye ahhoz, hogy ezt programban kihasználhassuk, hát implementálnunk kell a jó ismert komplex számot. Ezt már mindenki megtette, ugye a C++-ban is, amikor a operátor overloadról van szó, ez egy tipikus példa. Ugye az összeadást, kivonást tagonként implementáljuk. A szorzásnál ugye figyelembe kell venni, hogy amikor két ilyen alakú dolgot összeszorzunk, akkor megjelenik benne egy I4-es tag, az I4 pedig mínusz egy, tehát a két imaginárius rész az a valós részt fogja a szorzat eredményében gazdagítani. A osztásnál pedig hát az a tipikus trükk, hogy a nevezőben levő komplex számot, ott meg kell szabadulni ugye a komplex számtól a nevezőbe, úgy írtjuk ki, hogy a számlálót is, meg a nevezőt is bővítjük a nevező konjugátjával, mert ugye a konjugáltal való szorzás után valós számot fogunk kapni. Na most a komplex számokat szeretnénk megkonstruálni valós képzetes rész szerint, Descartes koordinátákkal, ha úgy tetszik, meg hát szeretnénk megkonstruálni polár koordinátás alakban is, ugye abszolút érték.
A C++, meg általában ezek az objektumorientált nyelvek lehetőséget adnak arra, hogy egy osztálynak több konstruktora is legyen, de hát különbséget szerint kell. Konstruktornak más a úgynevezett paraméter szignitúrája, azaz más típusú paramétereket vár. Hát sajnos, amikor valós, képzetes rész szerint konstruálunk, akkor is két flót, amikor meg abszolút érték fázisszög, akkor is két flót, tehát ez nem alkalmas arra, hogy a két konstruktort szétválasszuk. Ugye vagy összeszemetelem a programomat egy harmadik változóval, vagy pedig azt mondom, hogy a polár koordinátás konstruktor az legyen egy globális függvény, természetesen akkor elnevezhettem aszerint, nem feltétlenül ugyanaz a neve, mint a komplex osztálynak, elnevezhettem aszerint, hogy milyen konstruktor ő is valójában. Nem szabad idegenkedni a globális függvényektől, tudom, akinek már agyára ment a CISZ meg a Java, az gyakran így gondolkozik. Gondoljunk csak arra, hogy C++-ban egy konstruktort simán le lehet úrni úgy, mint egy globális függvényhívás, és akkor ilyenkor ő visszatér egy ideiglenes objektummal, ami ennek a osztálynak egy példánya. Ezt fogom is használni majd a minták során jó párszor. Tehát a polár függvény megkonstruál egy komplex számot a polár koordinátáiból. Mire jó? Hát arra jó, hogyha egy transformációt vagy transformációs sorozatot kell végrehajtanom egy ponton vagy egy alakzat különböző pontjain, akkor ezt a transformációs sorozatot magyarról szinte egy az egyben le lehet fordítani komplex aritmetikába. És a komplex aritmetika, ugye a komplex osztályon keresztül kezemben van, tehát egy az egyben le lehet fordítani C++ programmá. Ha nézzük a következőt, tehát egy alakzat pontjait, jelesül most a P pontot, szeretnénk az 1-1 pívó, vagy úgynevezett fix, vagy helyben maradó pont körül nyújtani kétszeresére, miközben elforgatjuk T-vel, majd az eredményt toljuk el a 2-3 vektorral, és végül nyújtsuk meg az origó körül 0,8-szorosára, és forgassuk el -T2 radiánnal. Ez a feladat. Ezt akkor fordítsuk le komplex számokra, és akkor rögtön egy lendülettel C++ programmá. Ugye a színkódolás mutatja, hogy mibe megy át. Ugye nyújtsuk meg az alakzatot kétszeresére is forgassuk el T-vel. Ugye ez egy szorzás a polár koordinátás alakban, a nyújtás és az elforgatási szög a két bemeneti paraméter, a forgatva nyújtás művelete pedig a szorzás. Igen ám, de a egyszerű szorzás az az origót tekinti pívó vagy helyben maradó pontnak, tehát ahhoz képest nyújt és forgat. Itt a feladatban pedig explicite szerepel, hogy nekünk nem az origó körül kell forgatni, hanem az 1-1 fix pont körül. Ugye úgy járhatunk el, hogy a forgatás végrehajtása előtt az egész komplex számsíkot betoljuk az origóba, úgyhogy az 1-1 az origóba kerüljön, ez egy kivonás, ugye az eltolás, az összeadás vagy kivonás, elvégezzük a forgatást, és visszatoljuk az origót a pivó pontba, tehát ugye aki eredetileg a pivó pontba volt, az ott is maradt, tényleg az lesz a helyben maradó pont. Aztán folytatom a kékkel, majd az eredményt toljuk el 2-3-mal, tehát az eltolás művelete az két komplex szám összeadása, az eredményhez hozzá kell adni a 2+3i komplex számot, majd az eredményt az origó körül 0,8-szorosára, és toljuk el -T/2-vel. Hát ugye polár és szorzás, ugye 0,8 a nyújtásnak a nagysága, -T/2 pedig az eltolás, és kész. Meg is mutattam azt a kis Móriczka programot, ami ezt a szerencsétlen alakzatot a T az idő ebben az esetben, tehát ezért változik, animáljuk a színterünket, folyamatosan transformálgatja. Tehát ez a transformáció lánc, bármilyen bonyolultak is tűnik, egy sor C++-ban. Ugye, ha már a komplex számoknál tartunk, akkor érdemes egy kicsit körülnézni, a rokonait is megvizsgálni, hát ha jó lesz valamire.
És jó lesz, a egyik közeli rokonát hiperszámnak, Clifford algebrának nevezik, ugye elmondom, hogy mi az. Felhasználhatjuk arra, hogy megtanítsuk a programunkat, a C++ programot deriválni. Mégpedig rendesen deriválni. Nem úgy rendetlenül, ahogy a interneten hamis proféták szokták mondani. Ugye tipikus vélemény, hogy miért kell a hallgatókat olyan szörnyű dolgokkal kínozni, mint a deriválás, miközben megállnak a növésben, miközben a deriválás az mindössze annyit jelent, hogy 0,01-jel arrébb olvassuk a függvényt, képezzük a különbséget és elosztjuk a különbséget 0,01-jel. Na, kérem szépen, ez az eljárás a természet elleni fajtalankodás minősített esete. Nem azért használunk a közelítő módszereket, mert hiányoztunk akkor az előadásról, amikor erről volt szó, hanem azért használunk, ha muszáj, nagyon közelítő módszereket, mert nincs analitikus megoldás. Ugye a probléma az, hogy egy közelítő megoldás mérnöki gyakorlatban csak akkor elfogadható, ha azt is meg tudom mondani, hogy a közelítő eredményhez képest milyen intervallumban, milyen sávban van a valódi megoldás, és még arra is eszközöm van, hogy ezt a sávot persze többletmunkával csökkentsem. Mindenki tud erre végtelen sok példát mondani, hadd mondjak kettőt a számítógépes grafikából. Egyik, radioterápiás kezelés. Ugye a besugárzást meg kell tervezni, ki kell számolni, hogy a különböző szövetekre mennyi dózis jut, mert mondjuk 20 joule per kilogram alatt az egész nem ér semmit, 80 joule per kilogram fölött, meg már olyan, az egészséges sejtek is elpusztulnak, és hát ugye a beteg adott esetben még betegebb lesz, vagy meghal. Na, mert ilyen körülmények között azt mondani, hogy közelítőleg kiszámoltam a függvény 42, és senkit nem nyugtat meg, hogyha a valódi eredmény 10-től 200-ig bármi lehet. Jó? Aki úgy derivál, hogy odébb lép 0,01-jel, és kivon belőle a különbséget elosztja 0,01-jel, annak semmiféle becslése nem lesz arra, hogy milyen messze vagyunk a valódi eredménytől. És nem is tudja persze ezt a hibát csökkenteni. Vagy egy másik példa. Ugye a filmkészítésnél pixelekben RGB színeket kell kiszámolni. Na azoknak a hibájának 1% alatt kell lenni, mert ugye, hogy képsorozatot élvezünk a moziban, ha az a hiba 1%-nál nagyobb volna, és a különböző egymás után következő képkockákban a hiba független lenne egymástól, akkor egy kis halvány vibrálást érzékelnénk, és 1% az a küszöb, amit még meg tudunk különböztetni, és nyilván egy film nem működik úgy, hogy a fejfájástól a nézők kirohannak. Egyébként mi a kettő között a kapcsolat, rádióterápia, szimuláció és filmkészítés között pontosan ugyanaz az algoritmus használandó mind a két esetben. Mind a két esetben azt kell megvizsgálnunk, hogy a részecskék egyik esetben ugye a fényfotonok, másik esetben pedig nagyobb energiás részecskék milyen pályán járják be a rendelkezésre álló teret, hogyan szóródnak és hogyan nyelődnek el. Ugyanaz az eljárás mind a kettőben. Tehát deriválni kell. A deriváláshoz pedig akkor nézzük a hiperszámokat. Ugye a hiperszámok azok úgy ránézésre olyanok, mint a komplex számok. A komplex szám valójában a hiperszámok speciális esete. Tehát x plusz y-szor i, ahol x és y azok valós számok, az x, az i pedig egy szimbólum. És azt mondjuk, hogy ezekre az x plusz y i hiperszámokra ugyanaz az aritmetika használandó, mint a komplex számokra, vagy mint a valós számokra. Tehát asszociativitás, disztributivitás, stb. Ezek mind-mind megmaradnak. Ugye amikor összeadunk két ilyen formájú számot, akkor ennek megfelelően a valós rész, meg a képzetes részt össze kell adni, és a szám ugyanilyen formában áll elő. Ez rendben van. Ugye akkor kell csak egy kicsit elgondolkozni, hogy amikor össze szeretnénk szorozni két ilyen számot, tehát
X1 meg Y1 szer I, meg X2 szer Y2 szer I. Ugye a disztributivitást elvárom, tehát ugye mindenki mindennel, a két valós rész szorzata, az egyik képzetes része a másik valóssal meg fordítva, hogy abból kiemelkedik az I, és lesz egy I nézetes tag. Azt szeretném, hogy ez az eredmény is ugyanolyan hiperszám legyen, tehát valószám meg másik valószámszor I alakú legyen, azaz arról kell rendelkeznem, hogy az I négyzet micsoda. Ez a hiperszám vagy a Clifford algebrának az alapgondolata. Ugye a komplex szám azt mondja, hogy az I négyzet legyen -1, de nekem most nem kötelező ezt betartani, ezt másképpen is eldönthetem, hogy a hiperbolikus számoknál speciális relativitás elmélet. Nagyon hasznos az a döntés, hogy az I négyzet legyen +1. Ugye miért? Hát a valós térben a távolság érdekes, a speciális relativitás elmélet, tehát az állandó, ugye, hogyha eltolom, vagy egybevágósági transformációkat végzek, a speciális relativitás elméletén meg a fénysebesség állandó. Nekünk a deriváláshoz az a döntés lesz hasznos, amikor azt mondjuk, hogy az I nézet már pedig nulla. Ugye ez rám van bízva. Na nézzük, hogy akkor hogy néz ki az ilyen hiperszámoknak a aritmetikája. Hát azt láttuk, hogy két számot összeadunk, a valós részek meg a képzetes részek is külön-külön összegződnek. Ugye két számot összeszorzunk, ha I nézet nulla, akkor ez persze kiesik, azt látjuk, hogy a valós számok, valós részek azok szorzódnak, hát a képzetes részben meg egy kicsit bonyolultabb ilyen kapcsolat tűnik föl. Hányados. Ugye megint azt a trükköt játsszuk el, amit komplex számoknál is ugye hasznosnak bizonyult. Meg kell szabadulni ettől a hiperszámtól a nevezőben, tehát megszorozzuk mind a számlálót, mind a nevezőt a nevező konjugátjával, tehát a képzetes rész -1-re váltom, akkor mi lesz a nevezőben? X2 négyzet -Y2 négyzet szer I négyzet, de mivel I négyzet nulla, X2 négyzet. Ugye a számlálóban pedig X1 szer X2 osztva X2 négyzettel, ugye X2-vel rögtön lehet egyszerűsíteni, a valós rész X1 szer X2 lesz, hát a képzetes részre meg megint kijön egy ilyen kicsit kacifántosnak kinéző formula. És akkor nézzük ezeket a formulákat, azt látjuk, hogy a valós részen mindig pont ugyanaz a művelet hajtódik végre, mint magán a hiperszámon, összeadás, szorzás, hányados képzés. A imaginális részen viszont nem, az olyan komplikált, de ismerős. Honnan ismerős? Hát ezek a deriválási szabályok. Ugye szorzat deriváltja, hányados deriváltja. Tehát mondjuk azt, hogy a hiperszámunknak a valós része egy függvény, a képzetes része pedig a függvénynek a deriváltja ugyanebben a pontban, és akkor ezek az aritmetikai szabályok automatikusan legyártják a deriváltakat. A C++ osztály, hát olyan, mint a komplex szám, nem nagyon tér el tőle, ugye van a valós rész, meg a képzetes rész, most úgy hívom, hogy F meg D, tehát az F a függvényérték, a D pedig a függvény deriváltjának az értéke. Őt is meg lehet konstruálni úgy, hogy explicite megmondjuk ezt a kettőt, hogyha nem adunk meg deriváltat, ugye akkor ugye ez azt jelenti, hogy egy számot szeretnék így függvénynek tekinteni, hogy egy konstant számnak a deriváltja nulla, tehát a default paraméterrel ezt el is intéztük, hogy akár konstant számokat is rögtön ugye Clifford számnak vagy hiperszámnak lehet tekinteni. Ami az operátorokat illeti, hát össze kell adni a függvényt is, meg a deriváltat is, különbségnél a különbségeket külön-külön kell képezni. Két függvény szorzatánál a függvények persze szorzódnak, a deriváltak pedig az egyik függvény szorozva a másik deriváltal, másiknak a deriváltja szorozva ezzel a függvényel, tehát szerepet cserélnek. A hányadosra meg hát ismerjük ezt a kicsit összetettebb formulát. Na most ilyen Clifford számokat, azaz függvényeket a deriváltakkal együtt nagyon sokféle módon meg lehet konstruálni. Ugye
Ez attól függ, hogy milyen elemi függvényekből szeretnénk építkezni. Hát építkezzünk, és akkor ezekhez globális függvényeket fogok rendelni. De ezek valójában a Clifford osztálynak különálló konstruktorai. Csak hát sok van benne, és ugye mindegyik végső soron egy float paramétertől függ, hogy melyik pontban, mely a független változó milyen értékénél szeretném a függvényértéket is, meg a függvény deriváltját kiszámolni. Hogy a független változót most T-vel jelöljük, mert időfüggvényekkel fogok dolgozni, ezért nem X, ahogy általában ezt megszoktuk. Na hát az első függvényem az a lineáris függvény, tehát egy lineáris függvénynél a függvényérték, ha a változó T, akkor T, annak a deriváltja pedig 1. A színusz. Ugye a színusz függvénynek az értéke színusz T, a színusz függvény deriváltja ugyanezen a helyen koszínusz T, a koszínusznak az értéke koszínusz, a deriváltja mínusz színusz. A tangensnél pedig, hát most vagy lederiválom a tangens, de erre már nincs szükség, mert a színusz meg a koszínusz megvan, tehát a tangens az a színusznak meg a koszínusznak a hányadosa. Függvényértékben, és ez az aritmetika, ez itten, meg azt is megcsinálja, bocsánat, azt is megcsinálja, hogy a derivált is helyesen lesz ebben kiszámolva. Ugye a T az n-ediken, hatványfüggvény pedig, hát hogyha az n nulla, akkor az egy konstans, értéke 1, deriváltja itten emiatt nulla, egyébként pedig visszavezetjük az egyel kisebb hatványra. Ugye lehetne ezt egyszerűbben, de hát így mondjuk a rekurziót is bele lehet csempészni ebbe az egészbe. Megint mire jó? Mondok egy példát. Példa útanimáció, vagy pass animation. Amikor egy formulával megmondjuk, hogy a alakzatunknak, ugye ő a kedvenc alakzatom, nem ez a kedvenc. Kedvenc alakzatom milyen pályát ír le, ugye a T az idő, és akkor az idő függvényében, hát most itten két függvényen van X meg Y, tehát a síkon ez az alakzat egy pályát kell, hogy bejárjon. Tehát az XT és az YT függvény megmondja, hogy mi lesz az az eltolás, ami a kiinduló helyzetből a alakzatot odaviszi az aktuális T pillanatban érvényes helyre. És hogyha csak ezt használnám, akkor ő így mozogna. Na de tudjuk azt, hogy a természetben általában a dolgok nem úgy mozognak, hogy fixen tartják az orientációjukat, hanem mi is általában az orrunkat követjük, hogyha valamik irányba haladunk, akkor arra fordulunk, ugye a madár is a csőre után röpül, a repülőgép, a vonat is a mozdony követi, és nem pedig ugye a vágányra merőlegesen halad előre. Tehát a pályából nem csak az eltolást kell kinyerni, hanem az elforgatást is. Most ez egy kétdés eset, ez egy kétdimenziós elforgatás lesz, mert esetleg a dolog háromdimenzióban még izgalmasabb, mert a pályából azt is ki lehet nyerni, hogy mennyire kell bedőlni a kanyarba. Most ezt tegyük félre. Tehát egy T pillanatban itt vagyunk a görbe adott helyén. Szeretnénk az elforgatását is helyesen meghatározni az alakzatnak, hát akár az elforgatási szöget is kiszámolhatnám, de azért, hogy visszautaljak arra, hogy voltak éppen az elforgatás nekünk egy mátrix, megcsinálsz az elforgatást, azt a mátrixot pedig mindig úgy kell fölírni, hogy megnézzük, hogy a transformáció mit csinál az I és a J bázisvektorral. Mit csinál az I bázisvektorral, ez lesz a mátrixunk elsősora, mit csinál a J bázisvektorral, ez lesz a mátrixunknak a második sora. Tehát ezt a két dolgot fogom kiszámolni, hát ahhoz, hogy az alakzat az orrát kövesse, mindig beálljon a haladási irányban, azt kell tudni, hogy mi a haladási irány. Mi a haladási irány? A pillanatnyi sebességvektor. A pillanatnyi sebességvektor a mozgás pályából pedig úgy kapható meg, hogy idő szerint deriváljuk. Ugye külön az X-et, külön az Y-t. Tehát ebbe az irányba kell mutatni. Tételezzük föl, hogy referencia helyzetben, tehát amikor indulunk, az orra az alakzatnak mondjuk az I bázisvektor irányába mutat, akkor ugye egy olyan forgatásra van szükségem, ami az I bázisvektort a pillanatnyi sebesség irányába állítja be. Tehát a transformált I bázisvektor az legyen a sebesség
egységvektor hosszú változata. Ugye az irány fontos, nem akarom transformálni, nem akarom a méretét megváltoztatni az alakzatnak. Tehát az itt úgy fogom kiszámolni, hogy a sebesség, amiben persze a derivált föltűnik, azt normalizáljuk. És most már csak ugye egy J kell, hát a J transformátját azt úgy kapjuk meg, hogy az is legyen egységhosszú, és legyen merőleges az íre, hogy ne legyen járulékos deformáció. Ugye hogyan lehet egy vektorra egy másikat merőlegesen állítani? Hát ugye azt kell észrevenni, hogyha két vektor, egy vektor két koordinátáját megcseréljük, és az egyiket megszorozzuk mínusz egyel, akkor a skaláris szorzás x-er mínusz y, meg y-szor x az nulla eredményt ad, két vektor meg akkor is csak akkor merőleges egymásra, hogyha a skaláris szorzatuk nulla. Tehát ez merőleges lesz a másikra. És egyébként ugyanolyan hosszú, az meg látszik ugye a Pitagorasz tételben. Jó, na akkor itt a pálya képlet, elég kacifántos, ugye? Színusz T szorozva, osztva, meg koszinusz T szerepel, programozzuk le, ugye a T az idő, egyszerűen ezeket a képleteket beírom a programomba. Nem deriválok explicite semmit, a Clifford osztály ugye automatikusan megcsinálja, tehát ezt ide másoltam, ezt pedig ide másoltam, tehát a színusz helyett a nagy csint használom, ami rögtön a színusznak a deriváltját is megcsinálja, a szorzás, osztás, összeadás pedig úgy van megoldva, hogy a deriválási szabályok ezt megkövetelik. Ugye akkor külön kiszámoljuk az x-et meg az y-t, akkor az x-nek az f mezője az a x koordináta, a d mezője, meg a derivált ugyanezen a helyen, és hasonló a y-ra is. Ugye a pillanatnyi sebességvektor a mozgás deriváltjának abszolút értéke, ugye a Pitagorasz tétel, vesszük a derivált x koordinátáját, y koordinátáját, nézetre emeljük, összeadjuk, nézetgyököt vonunk belőle, ez lesz a vektor pillanatnyi haladási sebesség, normalizáljuk a sebességet, tehát a xd, x.d, yd-t elosztjuk a vektor hosszával, akkor emiatt ez egységvektor lesz, ő lesz a transformált i, és ugyanezt eljátsszuk a j-re is, ezzel a trükkel, hogy megcserélem a kettőt, és mínusz egyel megszorzom. Jó, és akkor a alakzat főrajzolása annyit jelent, hogy transformáljuk a pontjait, mégpedig ugye a transformációs mátrix két sora az IT meg a JT, és az elforgatott alakzatot még eltoljuk, tehát hozzáadjuk a eltolás vektort, ami a kiszámolt függvényérték. Ugye azért használtam itt színuszt, koszinuszt, mert így persze periódikus lesz az egész, úgyhogy órákig el lehet gyönyörködni benne, hogy ez a kis repülő köröz ezen a, hát nem körön, hanem viszonylag bonyolultabb alakzaton. De az órát mindig a pillanatnyi sebesség, azaz a haladás irányba fordítja. Na és hát elég hosszúra nyúlt ez a bevezető mese, de hát hál' Istennek most végére értünk. Ugye ezt múltkor elmondtam, hogy a szlájdok végén szép ellenőrző kérdések vannak, kéretik elgondolkozni azon, hogy ezeket hogy kell megcsinálni. Annak semmi értelme nincsen, hogy mások megoldását átolvassuk, annak meg pláne nincsen, hogy megtanuljuk vagy bevágjuk. Hát a mesének vége.